és most vagyunk itt, fogadjátok sok szeretettel Lovasi Andrást. Aki pedig kérdezni fogják, akár középre ülhetnél, az olyan stílusosabb lenne. Kérdezni fogja Bokor Réka énekesnő, a Jó Világban együttes énekesnő. Illetve szervezőtársam Sánta Szilárd, irodalomtörténész, egyetemi oktató. És a magyar író válogatott, a futball válogatottnak az irányító középpályása. Részemről ennyi az intro. Ja, még annyit, hogy a beszélgetés nagyjából másfél órás lesz, vagy ilyen egy és egy negyed órás. Utána jön egy villámkvíz, ahol majd borokat, meg kispál koncertre szóló belépvényeket sorsolunk ki. És aztán kérdezhet a végén, mint mindig, a közönség is. Úgyhogy részemről ennyi volt a vezető, átadom a szót Szilárdnak. Köszönöm szépen. Lehet hallani, hogyha így beszélek a mikrofonban? Nem, mindig nem. Lehet, hogy be kell kapcsolni. Be van kapcsolva, így jobb? Jó, akkor tartani fogom a mikrofont. Nem csak a székem. Jobb minőségű, nem a mikrofon is. Odaadom neked ezt. Nem, talán jó lesz ez a mikrofon. Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Generáció minden tagjának van lovas élménye, és akinek nincs, az a nagyon csúnyán elbánt az élet, vagy amellett így elment az élet. Az egyik jelenetet idézném meg a nemrég megjelent lovasi életrajzból, amikor is egy mellékhelyiségben teljesen váratlanul valaki egy szöveghelyet kezd idézni. Hát ez a helyzet a lovasi dalszövegekkel, vagy a kispál élet, vagy a kispál dalszövegekkel, hogy így átszövik az életünket. Nagyon a generáció tagjai számára legalábbis meghatározó élmények, és hozzánk nőttek. Sokszor rajtuk keresztül látunk, értelmezünk bizonyos eseményeket. Tehát ez a nagy költőkkel általában így van, hogy az ő szövegük, az ő verseik, azok így megjelennek valahonnét bizonyos élethelyzetekben. Bocsánat, hogy közbevág, nem feltétlenül kell azért ez nagy költőnek lenni, szerintem a dalszövegekkel alapvetően így van. Tehát nagyon sokkal inkább, egyre inkább azt gondolom, hogy a dalszövegekkel van, és egyre, sajnos egyre kevésbé versekkel van így. Tehát hogy azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a slágerek, vagy a popzene az ilyen értelemben is egyfajta pódlék. Nem tudom, ez micsoda, odébb tegyem? Mert beszél valaki valamit benne. Aztán a telefonod a zsebekben. Egyszer adtam egy interjút, egy nagyon, nagyon komoly interjút a Kisalföld egyik újságíró nőjének, és az én telefonom... Tényleg? Szerintem a csajomé. Mert adta azt is, hogy ez rökkje, mert nagyon mindegy. Szóval... A lényeg az, hogy adtam egyszer a kis, majd odébb leveszem a kabátom, és messzebb rakom a telefonomat, és akkor megszűnik ez a probléma. És akkor adtam egy interjút a Kisalföld újságíró nőjének, nagyon mélyen beszélgettünk másfél órán keresztül komoly dolgokról, és aztán fölhívott, hogy figyelj, meg kell ismét tenni az interjút. Hát mondom, de miért? Hát olyan jó sikerült, nem? Szóval igen, csak az elején az hallatszik, hogy te megfogod a diktafont, amit leteszek eléd, és azt mondta, hogy most egy kicsit odébb rakom. És azzal a mozdulattal kikapcsolta. Most lehet, hogy megint ezt csináltam, mert úgy látom, hogy ez egy rekord állásban van. Na mindegy, szóval, hogy szerintem... Holnap este újra beszélgetünk. De nyilván nem akarom a költészetet ilyen értelemben eltemetni, de azt gondolom, hogy sajnos egyre inkább ez a szerep, hogy az életünknek így az ilyen eseményeit, vagy amiket így meg... tehát azokat az élményeket, amiket így
ilyen aha érzéssel felfedezünk, hogy ezt már előttünk megírták, azt egyre inkább ilyen dalszövegbe találjuk meg, és sajnos hát általában azért a legtöbb magyar dalszöveg is, bár szerintem a magyar dalszövegírás egy kifejezetten jó minőségű dalszövegírói hagyományokra támaszkodhat. De hát azért a mostani slágerek is, mint általában egyébként, azért ez így szokott lenni, azért mondjuk úgy, hogy viszonylag híglevesűek, vagy hát elég kevés jó minőségű szöveggel találkozom. Miközben azt gondolom, hogy a dalszövegírás is pont nekem például pont a slam vagy a hip-hop kultúra ilyen felívelése miatt, én azt gondolom, hogy egy egész más irányba kanyarodik el, és egy egész izgalmas fordulatot vesz a hagyományos dalszövegekhez képest. Ami néha viszont, szerintem az most sokkal izgalmasabb, mint a dalszöveg író szintér. Bocsánat, hogy így közben vágtam. Adásra jellemző, hogy így hárít, de én akkor is ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy tehát, és ezek a szövegek versként is működnek. A technikusok. De odaadom egy ilyen ragasztott mikrofon, de most aztán megtartom meg felül távolságot. Tehát visszakanyarodva, nemrég idén május végén jelent meg a Lovasi Idáig Tudom a Története című életrajzi könyv, és ennek a szerzője Lévai Balázs. És amikor elkezdtem olvasni a könyvet, akkor azt éreztem, volt egy ilyen kis feszültség a szövegben, és ez nyilván annak is betudható, hogy itt két szerző is dolgozott, és erre szeretnénk most rákérdezni, hogy azt éreztem a szövegben, hogy van egy ilyen nagyon friss karakter a szövegnek, az élő beszédre jellemző, ahogy így András dumál, az ő kismanyis vagy vércsés hangján halljuk ezeket a sztorikat, és közben, legalábbis én, tudom. Látszik, hogy nem olvastad a könyvet. És közben meg ilyen nagyon szerkesztett fejezetekkel van dolgunk, hogy ezek a történetek le vannak kerekítve, össze vannak kötve, hogy látni ott, vagy tapintható ez a gondos kezek munkája, hogy ez meg van szerkesztve. Tehát innét nézve, hogy nézett ki ez az együttműködés, azt már sok helyen olvashattuk, hogy honnét jött az alapötlet, meg hogy nézett ki, de mondjuk így az utómunkálatoknál ez a szöveggondozás, ez hogy nézett ki? Hát ez volt tulajdonképpen számomra a legmegterhelőbb. Tehát egyrészt akkor már, amikor elkezdtük gyúrni a szöveget, akkor már vészesen közeledett a leadási határideje. Volt még, illetve egyszer túl is léptünk rajta, mert mondtuk, hogy akkor ne legyen inkább könyv. És akkor hát az volt, hogy a Balázs adott egy nyers verziót, utána azt visszavonta, mondta, hogy mégse, akkor azt átírta, de közben az első részeket elkezdte odaadni szerencsére. Akkor azokat én átírtam, azokat visszaküldtem, akkor utána ő újra azokat átírta. És szóval azért az utolsó időszak az eléggé ilyen zaklatott volt, tehát amikor a leadás előtt is még az utolsó éjjel is még a telefonomon néztem valahol, szerintem pont lehet, hogy Erdélyben voltunk, de azt tudom, hogy viszonylag messze bármiféle ilyen nagyobb képernyő lehetőségétől, tehát ugye én nem nagyon szeretek, nem látom át, meg nem szeretek nagyon telefonon ilyen hosszabb szövegeket nézni, és akkor meg főleg javítani, meg beleírni, és akkor ott még küzdöttem vele, de igazából hát ez is olyan, hogy ezt is el kell engedni, mi nyilván meg lehetett volna jobbra csinálni, most már mindegy. Amikor leadtuk, akkor azt mondták a szerkesztők, hogy még ők nagyon szerették olvasni, és sokat rögtek rajta, és hogy ez sikeres könyv lesz. És végül is most úgy tűnik, hogy az is lett, és tulajdonképpen mivel a Balázs egy rendkívül pénzélyes ember, ezért csak ez volt az elsődleges szempont. De egyébként persze, hogy nem. Tehát, hogy nyilván a dicsőség is fontos szereplő volt. Szóval, hogy igazából én egy gyenge pillanatomban mentem bele ebbe a könyvbe,
hogy ez legyen, és akkor viszont, hogyha már egyszer belementem, akkor nem akartam visszavonni, de elég sokszor megbántam, hogy belementem, főleg az írás közben. Tehát amikor így elkezdtük így gyúrni meg minden, és akkor így olvastam, és egyrészt egy picit, nem tudom, hogy a szövegteste, vagy egyáltalán az, amit a szöveg sugall, hogy tudod, egyrészt így fölkavarodott a csomó minden a bennem, meg rólam, ahogy így olvastam magamról, és akkor nem tetszett a csomó minden, hogy én azt gondoltam, hogy ennél szebb fiú vagyok. Tehát, hogy jobb fiú. Hát tudod, ezek így nehéz dolgok, amikor így... De végül is a Balázs olyan szempontból nagyon fontos volt, és azért jó, hogy volt, tehát ugye a legtöbb könyv úgy készül el, hogy egy magányos író, egy szép irodalmi alkotás, egy magányos író megcsinálja, és aztán a végén tulajdonképpen azért van általában egy szerkesztő, vagy akár több szerkesztő is, aki valamilyen módon nyomda alá rendezgeti, felhívja a tárgyi tévedésekre esetleg a figyelmét, felhívja az írónak arra a figyelmét, gondolom, hogy milyen perek következhetnek ebből, stb. Nem? Te jobban tudod ezeket. De hogy... És most ez egy picit olyan volt, mintha egy szerkesztő végig ott lett volna velem. És a Balázsban van egyfajta olyan képesség, hogy nem véletlenül volt sikeres tévés is, amikor még sokat tévézett, és nem véletlenül csinált sokkal jobb minőségű műsorokat. Abból a viszonylag kevés pénzből, mint az általános kortársai, akik annak idején a Királyi Televízióban dolgoztak, meg hát most nem tudom, mert már évek után nem nézek tévét, mi lett ez a csodálatos hang rajta? Aha. Gábor neki dőlt a keverőpultnak. És szóval, hogy ugye van ez az ilyen típusú könyveknél, ez nem különösebben rendkívüli, hogy van egy úgymond írástudó a hülye mellett, aki a hülye a szolgáltatja a sztorikat, meg eladja a könyvet, tehát mondjuk ugye a popzenész, vagy mi szokott még lenni, modellek, meg hát az ilyen focisták, meg nincs, és akkor van egy ember, aki tud fogalmazni, és az megmondja neki, hogy ezt te így mondanád, csak hülye vagy hozzá, és megírja helyette. És akkor ezt általában ghostwriternek hívják, és akkor ez az angol száz könyvpiacon, és nem szokták feltüntetni nyilván eladási célokból, vagy hiúsági célokból. De mi úgy gondoltuk, hogy a Balázs főleg úgy gondolt, nem, ez fel sem merült igazából, hogy ne legyen feltüntetve. Ő erőltette ezt a könyvet, hogyha nincs, akkor a Balázs, akkor nem jött volna létre ez a könyv. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy olyan műfajú könyv, aminek két írója van, vagy két szerkesztője van, tehát kölcsönösen kontrolláltuk egymást, de ez igazából nekem nem volt akkora újdonság, mert hogy én tulajdonképpen, amikor dolgozom egy zenekarban, akkor ugyanezt történik, tehát hogy bár azt szokták mondani, hogy az írónak lenni az egy magányos hivatás, de például, és például ugye általában hogy zeneszerzőnek lenni, az is egy magányos hivatás szokott lenni, de pont a popzene az, vagy a mondjuk az 50-es évektől megjelenő újfajta zenélési mód az, amit ugye rock and rollnak szoktak hívni, ahol általában közösségi alkotások születnek. És nagyon ugye régebben például sokkal inkább ketté vált a szerző és az előadó. És aztán megjelennek olyan zenekarok, akik egyszerre saját maguknak írnak dalokat és előadják. Vagy összedugják a fejüket és együtt okosabbak, mint külön-külön. Tehát én is egy picit így dolgoztam minden zenekaromban, hogy én... Nekem az nem baj, hogyha az én ötleteim is kapnak egyfajta kontrollt, meg megerősítést, vagy valaki még tovább írja őket, vagy bele piszkál, vagy én, aki inkább egy ilyen összerakó ember vagyok, én mások ötleteiből tudok dalokat írni, vagy tudom kell kiformálni, vagy lakosság, vagy valami ennél formálni a dalt. Tehát ez nekem igazából nem volt újdonság, hogy így dolgozunk, ez inkább azért merül föl, mert ez nem egy szokásos metódus talán. Hosszú volt, nem? Említetted, hogy
volt kockázat a könyvben, és most így fél év után milyen visszajelzések vannak, vannak-e sértődések. Tehát, hogyha az én barátaim elkezdenek önéletrajzi könyvet írni, és apa engem beleírnának, akkor nem biztos, hogy annak örülnék. Hát nagyon szemtől szembe sértődés nem volt. Nem. Nagyon sok ilyen e-mailt kaptam, meg SMS-t kollégáktól, nagyon sok, vagy a zene közeli emberektől, vagy akár a Facebookon, a zenekari oldalunkra író emberektől. És azt, hogy mondjam, hogy ennek a könyvnek váratlanul pozitív a fogadtatása. A kis Pál, aki ugye kap hideget, meleget itt ebben a könyvben, ő például nagyon aranyos volt, ő azt hiszem, mikor ugye volt egy ilyen könyvbemutató kis koncertecske, vagy egy ilyen performance a Pesten, és meghívtam oda a kis Pál Andrást, a Vecsót, meg a Szabó Attilát a Csíkzenekarból, hogy mi négyen ott muzsikáltunk egy pár dalt. És akkor a kispi ott az első között kapott ugye egy könyvet, gondolom, hazament, és mivel ő tényleg nagyon gyorsan olvas, és szeret is olvasni különben, általában a második világháborús könyveket, vagy a kommunizmusról szóló könyvet szeret. Tehát ez, vagy nem, ez nem igaz, mert a totális államot fölépítő bácsiknak tanulmányoz az életét, tehát szereti a szélső jobbot, meg a szélső balt is. Úgyhogy most... De szóval azt akartam mondani, hogy gyorsan elolvasta, és akkor írt egy e-mailt vagy SMS-t, hogy apámat azért nem kellett volna hülyének ábrázolni. Amúgy jó a könyv. És akkor Balázsral összenéztünk, hogy bizonyos értelemben megkönnyebbültem, bizonyos értelemben pedig, hát ugye azt mondtuk egymásnak, de nem is ábrázoltuk hülyének, hát tök aranyosnak ábrázoljuk az apukáját. Tehát, hogy azért aranyos a kispi, hogy nem azzal foglalkozott, hogy az ő egója most úgy megbántódjon-e, vagy nem, hanem hogy az apukája, akit nagyon szeret és becsül, hogy az ő fejében nem egy ilyen emberként van jelen, mint hogy ebben a könyvben, de hát nyilván neki egész más jelentett az apukája. Tehát szerintem egyetlen egy bántó sor nincs az apukájáról, de azt szóvá tette, hogy azért az apám, hogyha ismertétek volna apámat, tudtátok volna, azt írta, hogyha ismertétek volna apámat, igazán tudtátok volna, hogy sokkal jobb fej volt ennél. Valamiért. Tehát ez volt a legkeményebb kritika, de igazából nincs is nagyon. Hát ezen kívül voltak még a rokonok, azon sokat dolgoztam, hogy karácsonykor, vagy mit tudom én, ha véletlenül összefutunk egyéb rokonaimmal, akkor keveset tudjanak bántani, vagy hogy ez szokásos, tudod, hogy ez nem is így volt, meg úgy volt, meg... És sok-sok olyan zenész van, aki mondja, hogy ő ott volt, és ez nem most már, tudod, ez ilyenkor elindít egy lavinát, hogy van egy sztori benne, és akkor mindenki máshogy emlékszik, és akkor az nem úgy volt, hanem úgy volt, és nem is te voltál, hanem én voltam, és akkor tényleg vannak. Már mindegy. Hát de ez most én, már... Én bevallottam, ez egy szubjektív könyv, tehát nyilván egy csomó mindenre nem nézünk, de pont a családi részt azt megpróbáltuk minél jobban ellenőrizni. Tehát a Balázs-zsal leültünk például a szüleimmel, és akkor a Balázs így elmondta, hogy én mit mondtam erről. Akkor kiderült, hogy például az apám és az anyám az nem Szombathelyen ismerkedett meg egy strandon, hanem Sopronban. Na. Hát az Pécsről az viszonylag... Földrajszakos hallgató volt. De én valamiért azt hittem, mert az apám Szombathelyen volt katona, az anyám meg Sopronban volt képesítés nélküli pedagógus, és akkor mondtam, hogy biztos a kettő közül valahol jöttek össze a strandon, és akkor én Szombathelyet tippeltem, kiderült, hogy Sopronban volt. Na. De ez, tudod, ez föl sem merül benned, mert addigra összerakottam már valahogy, és amikor mondod, akkor már azt hiszed, hogy te már a te filmedet mondod. Többször előkerülnek a könyvben rocklegendák, meg hivatkozás a rockstar életrajzokra, ezek így mennyire voltak jelen, azt lehet érezni a könyvből, hogy,
hogy tudtok ezekről a panelekről, klisékről, meg buktatókról, erre így folyamatosan reflektál is az elbeszélő, de hogy ezen így, hogy sikerült túlépni őket, a buktatókat elkerülni? Igazából nyilván minden klisét, vagy minden ilyen műfaji közhelyet azt azért kell ismerni, mert egyrészt használni kell őket, mert nem véletlenül vannak, másrészt meg nyilván valamilyen módon vissza kell kacsintani rájuk, hogy hoppá, használtalak, tehát ne le. Szóval, hogy ebben mondjuk a Balázs erősebb, mint én, tehát ő több rock életrajzot olvasott, és amikor írta ezt, akkor szerintem még plusz tizet. Uh-huh. Tehát, hogy így gyakorlatképpen sokat olvasott ilyeneket. Én, amit olvastam, és emlékszem rá, az a Jim Morrison volt, az nagyon fölidegesítettem magam. Már nem az, hogy van megírva, vagy egy, tudod, egy ilyen végtelen idegesítő faszi lehetett. És a Keith Richardot, azon pedig jókat rögtem. De az is borzalmas lehetett, tehát van az a rész, ami hát annál nyilván a legizgalmasabb és viszonylag rövid fejezet az, amikor leírja, hogy ugye talán a 70-es évek elején heroin függő lesz, és 83-ban sok minden nem történik vele, vagy legalábbis amiről sokat lehetne írni, olyan nem történik vele, csak hogy szerzi, meg hogyan. És van egy-két elképesztő részlet, tehát hogy leírja, hogy hát igen, a gyerek ott ült szembe vele, nem tudom, az öltözőbe, és ott nézte, hogy apróltan kicsit be van szakítva, meg most nyilván nem akarok itt idézeteket olvasni a Keith Richard könyvéből, hiszen az enyémet reklámozzuk. De... Szóval, hogy például... Hogy... Hát egy könyv, ez szó is van, egy könyvben tulajdonképpen, ami izgalmas egy ilyen szituációban, az, hogy honnan jött, hogy lett az, és akkor mikor sínre kerül az egész, hogy most már basszusgitározik, és sokan vannak a koncerten, és már van menedzsere is, az onnantól kevésbé érdekes. De ez szinte, ha belegondoltak a popzene történetben, végig így van, hogy például ki a fenét érdekli az, hogy megjelent egy új bikini lemez, csak mondtam egy példát. Engem biztos nem. Vagy mit. Tehát vannak olyan történetek, ami, és az ember egy idő után oldatlan egy ilyen szituációba találja magát, hogy az első 1-2-3-4 lemeze, amikor friss, meg ő is felfedezi ezt a három akkordot, amit előtte mindenki felfedezett, az izgalmas, és aztán utána meg vagy izgalmas marad, vagy nem, és nyilván van, aki beletörődik, hogy nem lehet mindig izgalmasnak maradni, és akkor így elkezdi ismételgetni magát. És nem mindegy, hogy milyen szinten reked meg, hogyha belegondoltok, hogy mondjuk az AC/DC az a világ legjobb AC/DC tribut zenekara, akkor... Vagy mondhatnám, és én inkább azokat... És nyilván ebből nagyon nehéz kitörni, tehát ott van a Paul McCartney, aki szerintem egy elképesztő, zseniális dalszerző. Imádom, és az új lemezeit is imádom, és ezt már sokszor elmondtam, olyan szomorú, hogy megnéztem ezeket a mostani koncertjeit. Egyrészt baromi jó, nagyon jó zenekara van. Nagyon élveztem, mikor néztem DVD-n, nem voltam koncerten, mert vagy nem kaptam jegyet, vagy mi is játszottunk. Amikor itt volt, most Bécsben volt, aztán volt. De megnéztem a setlistet, és szerintem az új lemezéről szinte egyetlen egy dalt nem játszik. És közben megírja az új dalokat, megjelennek, és senki nem kíváncsi rá. Hanem mindenki az, hogy a Beatles, és vagy mit tudom. És hát nyilván én is bizonyos értelemben küzdök ezzel, és hogy a kispár megszűnése is, és bizonyos, tehát ilyen szempontok is szerepet játszottak benne, hogy megszűnt a zenekar, hogy egyszerűen nem akartam, mit tudom én, az év 50 vagy 100 napján a húsvágó hidverőt játszani még 60 éves koromban is, miközben igazából nincs olyan nagy bajom. Csak mégis. Igen, az a könyv egyik legerősebb része, amikor azt meséled el, hogy majdnem lekésted a búcsúkoncertet a Szigeten. Tehát van egy versenyfutás az idővel,
rohansz vissza a szigetre, elmentél előtte úszni, és dukóba keveredsz, és nagyon nehéz visszajutni a szigetre. Tehát van ez a küzdelem az idővel, és ezután jön egy ilyen több oldalas eszmefuttatás a rocker és a rock and roll és az idő kapcsolatáról. És ott annál a résznél éreztem azt, hogy amikor a szövegben Lovasi valami komolyat mond, akkor utána jött egy kis irónia, vagy valami vicceskedés, vagy kikacsintás, hogy ezt azért meg sem vagyok ennyire komoly, vagy az a távolság a bölcsészektől, vagy az értelmiségiektől, ami ott végig megvan, miközben olyan komoly dolgokat mond néha. Tehát ennél a résznél ez így hiányzik, ez a fajta kikacsintás a végén, tehát hogy ez egy nagyon erős része a könyvnek, és ez már a könyv végén van. És ez a könyv, hogyha ezt reklámozzuk az előtérben, nem tudom, elhangzott a Felkomba, hogy megvásárolható, kedvezményes áron. Hogyha nem volt kedvezményes az ár, akkor most már javítsák ki, és legyen kedvezményes áron. Hogyha ezt az élet utat így eddig kiterítenénk egy ilyen terepasztalon, és ilyen térképen előttünk lenne, és megközelítenénk ezt mondjuk a ma nagyon divatos spekulatív fikció felől, tehát hogy ez a what if, vagy mi lett volna, ha felől, akkor hol találsz olyan pontokat, amikor azt látod, hogy ez másképp is alakulhatott volna, és azok a divergáló pontok, vagy ilyen leágazások valami egészen más irányba vihették volna mondjuk a karriert például. Hát a mi lett volna, ha az ugye főleg ezen a földrajzi területen egy mindig felmerülő kérdés, mert ugye hát az utol... Ja, most ezt nem ragozom bér, de a popzenében is így van. Tehát én, hogyha az ember leül egy nála idősebb popzenésszel beszélgetni, a popzenébe beletartozik itt a blues, meg a jazz-től, ez a mindenhez most ilyen gyűjtőfogalom, tehát most ne ragadjuk le, hanem a legtöbb ember mit gondol Magyarországon arról, hogy popzene, populáris zene, tehát az emberek által, sok ember által fogyasztott zenére gondol. Tehát, hogyha így leülsz, mondjuk majdnem, és direkt nem mondok neveket, mindenkinek meg lesz az a két-három pont az életében, amikor világsztár lehetett volna, és a körülmények, és a nehéz nyomor, és a nem tudom, szokásos ilyen összeesküdött ellenem a világ. Hát van, aki annyira meghűl, mint szegény Pataki Attila, van aki kevésbé, de nyilván, szóval, hogy én nem hiszek ebbe. Nem nagyon hiszek ebbe, hogy mi lett volna, ha én szerintem egy pop provinciában, mert hogyha úgy nézzük, hogy az angol száz pop piac az úgynevezett nagy világpiac, mi bizonyos értelemben szerencsénk is van, hogy messze vagyunk tőle, és ezért a magyar popzene nyilván az elzártságából is következően, illetve azért, mert annak idején, ugye mint a legvidámabb barak, mi exportáltuk a popzenét tőlünk északabbra vagy keletebbre levő területeken, tehát ugye az LGT-re, az Omega-ra, ha gondoltok akkor, vagy akár a Konzsuzsára, aki ugye az NDK énekesnő, Év énekesnő volt többször is, vagy hát. És amikor egy zenekar, vagy éppen anyagi problémák voltak, vagy egyéb problémák, nagyon sokszor az Óri elintézte nekik, hogy mintha elmentek Szovjetunióba turnézni, és akkor turnéztek, tehát hogy mi egy pop nagyhatalom volt, pop, ezt többet nem mondom ki, mert nem teszünk a mikrofon, pop nagyhatalom voltunk, és ennek az elzártságnak az előnyét élveztük. Én azt gondolom, hogy a legtöbb magyar pop produkció az pont a helyén van. Vagy még a helyén is volt. Azt mondta egyszer egy ilyen hasonló pop ember. Az, hogy fűzfa, nem eredeti, de nem fűzfa. És szóval azt mondta nekem, hogy Magyarországon sokáig csinálsz valamit, akkor előbb-utóbb földob a halba tetejére. Hogy így közepes szinten így valamit csinálsz. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberből is ilyen sztárocska vagy valamicske lett, és fontosnak gondolhatja magát az életében, akár ez rám is vonatkozhat.
akiből az egy olyan valódi piaci versenyben, ami mondjuk kint van ezen a hatalmas piacon, a hatalmas pénzekkel folyik a közönség figyelmére a küzdelem, ott valószínűleg kutya nem lett volna belőle. Nálunk meg hát látod, azt mondják, ha sokáig csinálsz valamit, előbb-utóbb földob a haba tetejére. Szóval ez egy kettős dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés az olyan kvalitásos magyar művész, akiből valószínűleg kint is nem tudni mekkora, mert azon már tényleg egy csomó minden múlik. A szerencséje az, hogy mennyire tűröd a monotonitást, azt, hogy hülyeséget kérdeznek tőled folyamatosan, hülyeség. Tehát az is egy külön műfaj, tehát azt megtanulni, azt, hogy soha, tehát hogy nem adhatsz támadási felületet. Egy interjúban mindig csak azt kell válaszolni, amit megegyeztettek a menedzsereddel, mert azt arra nem tudnak beperelni, tehát hogy tudod ezt megtanulni, mert mindenki mindig fogást akar rajtad keresni, hát mint egy politikusnak, tudod, hogy ugyanazt kell csinálni, tehát tudod, ugyanabban hiszem, nálunk nem kell, itt ülök, szidom a több művészetben. Nem kell, ez kényelmes, és nyilván ott is van egy szint, ahol ez kényelmes. Tehát ott kint is, ha underground művész vagy, akkor mindenkit elküldhetsz a kurva anyjába, és mindenki azt mondja, jó, a fecsegén kis hülye, a nagy lóvé úgyis nálunk van, meg a nézd, nekem menjél, adásom van, neked menjél. No. Magyarázzál csak öreg. Szóval, hogy nyilván ott is van, de akiből, tehát például olyan kvalitású énekes Magyarországon, mint például a Demén, aki a szarból is aranyat csinál, szerintem, olyan nagyon kevés van. Bőven meg tudom számolni az egy kezemet. Tehát akiből valószínűleg lett volna kint is valami. Úgyhogy ez egy, azért mondom, hogy egy hülye kérdés ez, mintha mi lett volna, ha. Mert mi lett volna, ha, hát most nekem is megvannak ezek, majd mikor még öregebb leszek, még sértettebb, és nem tudom, akkor én is mondjam, hát amikor én 91-ben Hollandiából jött hozzám az a menedzsernő, hogy van ez az ajánlatom, hogy mi, és akkor tudod, és mindenkinek megvannak ezek a története, és persze mindenki föl is jegyzőket, és jó, hogy nem veszük ennyire komolyan, csak ilyen gondolatkísérletként, akkor, mikor az ember visszagondol bizonyos helyzetekre, akkor el szokott tűnődni azon, vagy eljátszik a gondolattal, hogy ott másképp tűnt, vagy másképp alakulszal, ez csak inkább ilyen. De az emberek nem úgy döntenek, ahogy nem észre döntenek, hanem ha jól belegondolsz, mi a legtöbb döntésednél már régen eldől, mielőtt döntesz. Tehát máshol dől el valahol. Tehát nagyon kevés az az ember, aki észérvek alapján dönt. Zsigerből döntenek az emberek, és főleg ezen az éghajlati területen még inkább. Tehát nincs arra sem kultúránk nagyon, hogy ne. Tehát, hogy nem nagyon tudunk beszélni sem arról, hogy mik a problémáink, nem, hogy még valakivel megvitatni azokat. Tehát, de most ez már egy másik kérdés. De szerintem alapvetően ezek a döntések nem úgy születnek, hanem egyszerűen a teheted. Nagyon sokszor nem tudom. Tehát kétféle verzió van. Van az egyik, amikor megvár, hátralépsz és megvárod, hogy mi lesz, és akkor belelépsz abba a folyóba, amelyik a legszimpatikusabb, vagy eleve már tudod, hogy melyik folyóba fogsz belelépni, csak lejátszod azt a ilyen izét, hogy magadnak is meg tud magyarázni, hogy te még most nem döntöttél, de már rég döntöttél. És ez lehet akár egy egész életen át is elhúzódik, tehát van, aki lehet, hogy 25 éves, 20 évesen például megházasodik, 25 évesen dönt, hogy el fog válni, és 60 évesen elválik. De 35 évet vár rá. És van, aki sose. Vagy... Mennyire volt tudatos az a döntés, hogy a lovasi történet, vagy a kispásztori hátterébe kirajzolódik így a rendszerváltástól napjainkig a társadalmi folyamatoknak így az értelmezhetősége, hogy ez ilyen nagyon a háttérben van, de úgy végig ott lebeg, érezhető, tehát nincs szó egyáltalán politikáról, vagy komolyabb társadalmi kérdésekről, de úgy mégis a sztorikból úgy tapintható.
Hát szerintem ez nem volt kettőnk. Tulajdonképpen ez így valamennyire ilyen kortörténet is akart lenni, vagy ilyen inkább így ilyen szubjektív, én hogy éreztem magam a 90-es években, vagy a 90-es, inkább a 90-es, mint a 2000-es években. Nyilván azért inkább a 90-es évek, mert arra már erősebb a rálátás az embernek, tehát vagy azért, mert a Kispásztorinak a lényegesebb részei azok lezajlanak nagyjából a 90-es években. De ez a Balázs és ő köztem nem volt kérdés. Ez, amikor meséltünk erről, vagy meséltem a különböző történeteket, akkor időről időre felbukkantak. Volt, hogy megbeszéltük, hogy valójában ennek a hátterét, és aztán a Balázs szerkesztői szándékai inkább azok, hogy ezek mennyire mentek le mélyre, vagy mennyire akartunk. Tehát volt néhány olyan beszélgetés, ami sokkal politikusabb volt, és sokkal hát mondjuk úgy, hogy sokkal szenvedélyesebb, de ezeket kiszerkesztettük. De nem feltétlenül azért, egyszerűen azt gondoltuk, hogy nagyon féltünk, hogy lesújt ránk a cenzúra, vagy bármilyen. Egyszerűen azért, mert nem gondoltuk, hogy ennek a könyvnek ilyennek kell lennie. Valószínűleg. De ezeket a Balázsra bíztam. Tehát, hogy ezekkel nem volt bajom. Tehát, hogy amikor átírtam én, akkor nem ezeket írtam át. Tehát kétféle dolgot írtam át, a leginkább a magánéleti részt, azt általában inkább meghúztam, vagy sokat egyszerűsítettem rajta, mert a Balázs így hajlamos lett volna így, tudod, így kicsit így ilyen finoman körbeírni, ilyen diplomatikusan körbeírni a magánéleti részt, ami oltatlanul. Én mondtam, hogy ez ne legyen sok benne, de valamennyi nyilván nem baj, hogyha van. És aztán én azt így ilyen egyenesen sokkal, azt nagyjából én írtam azt a részt, vagy hát újraírtam, és ebben nem is hagytam, hogy beleírjon utána. Meg a családi részt, meg a... Szerintem a legjobb sztorikat azért én írtam bele. Tehát a legjobb rész, nekem a kedvenc részem, és azt nagy élvezettel írtam újra, mert azt Balázs elnagyolt, és mondtam, hogy ez nem lehet. Tehát, hogy ez amikor az olasz turnéba megyünk 95-ben a Bari nevű csodálatos Adria parti dél-olasz kisvárosban, vagy nagy, nem tudom pontosan mekkora városban játszottunk, és hát próbáltuk összekötni kellemest, hasznossal, és családilag mentünk, és borzasztó volt, tehát ugye a legjobb turné élményeim közül, és az a legjobb, mikor a Gerhes bemegy megpróbáljuk jól érezni magunkat a tengerparton, és azoknak mondom, akik nem olvasták a könyvet, megpróbáljuk jól érezni magunkat a tengerparton, kitaláljuk, hogy most sütünk halat a tengerparton. És akkor veszünk a piacon makrélát, és a Kispál addigra összeveszett a feleségével, annyira, hogy elkezdett esni az eső, de az nem zavart bennünket, hogy a Kispál az duzzogva bemugorult a mikrobusz alá. Mert a felesége fönn volt. Mire esett az eső. Mi pedig a Gerhessel próbáltunk tüzet rakni a tengerparton ott egy ilyen dűne mellett. Természetesen az olasz tengerpart nem arról, maga Olaszország sem arról híres, hogy minden sarkon van egy nagy rakásfa. És a végén egy ilyen építkezési tárgyán kivágtam egy ilyen félig kiszáradt bodzabokrot, és azzal ottan tüzet raktunk, és hát ezen a sistergő, ilyen füstölgő bodzán megpróbáltuk megcsinálni a makrélákat, és hát voltak olyan részei, amik megsültek, volt, ami kevésbé, az volt a sushi részleg, és akkor a Gerhes az meg ezt a félig megsült ilyen makrélát, én is egy-két falást ettem belőle, de mi ketten, természetesen a családom és a zenekar többi tagja az undorodva ott hagyta ezt a dolgot, de mi akkor már ugye a piknikezéstől mámoros hangodban, befaltuk a Gerhes, szerintem egy felett legalább megállt egy fél halat. A Gerhes a zenekar hangtechnikusa volt akkor, és azzal a lendülettel össze is fosta magát, amikor belementünk a tengerbe, és akkor belement én is, meg ő is, és ő mondta, hogy ő neki, tehát ugye azt hiszem, hogy ő neki előbb jött, és beszaladt a tengerbe, igen, és akkor beszaladt, és akkor így szaladt, és közben a kaki följött a tetejére,
És ugye a hullámok elkezdték kergetni a gerhest. A saját szara kergette a gerhest. És ehhez még csatlakozott egy kutya is. Na és akkor így. De van tovább is a történet. A lényeg, hogy én is beszartam. De szóval szerintem ez a legjobb rész a könyvben. Én ezeket jobban szerettem, mint az ilyen nagyon komoly mély tárgyak. Mert igazából nem tudok én is, tehát ugyanazt el tudjuk mondani, amit a kocsmai beszélgetésekben megbeszélünk, hogy nagyon rossz és siránkozás, de ez belősek vagyunk, tehát a magyar panaszkultúra az egy kifejlett nagy, gyönyörű állat. Úgyhogy, hogy most minek abból még egy fejezetet írni. Ettől nem lesz senkinek jobb. Ezt illusztrálandó, ezt az idézetet kikerestem a könyvből a magyar panaszkultúráról, tehát észrevételeidet, tehát azt mondod, hogy a... Rékát is be kellettem mondani. Felolvasod, Réka? Köszi. A magyar panaszkultúra amúgy is erős bástyánk, ápoljuk és gondozzuk becsülettel, mindannyian sokkal jobban tudunk negatív véleményekre reagálni, kőbaltával véstékez kényeinkbe őseink. Magamon is észrevettem, hogyha valakivel leállok társalogni, rögtön panaszkodással kezdem. Nem feltétlenül valami tántoríthatatlan rossz kev vagy morózusság okán, inkább én is ennek a magyaros kommunikációs technikának vagyok a híve, bekezdek jó lent, megteremtem az otthonos alaphangulatot, mert onnan sokkal jobb érzés följönni, ha már kitapogattad a másik állásait. Nem szeretem egyből előadni, a minden rendben van, és a szuperül vagyok, mert lehet, hogy a másik éppen az öngyilkosság vagy a kivándorlás határán van, és minek terheljen még az én jó kedvemmel is. Miután felfedi állásait, és kiderül, mennyire mélyen vagy éppenséggel magasan repül, én is bátrabban adagolom a pozitívumokat. Oltár én, hogy baromság, tudom jó, de egyszerűen így létezünk ebben az országban. Nem véletlenül alakult ki az angolszász kultúrákban ez a nagyon egyben vagyok, minden oké, itt vagyok, és baromira figyelek rád attitűd. Sokkal egészségesebb, még ha felületesebb is. Tehát valahogy így foglalod ezt össze, hogy ezt fölösleges így ragozni. Egyébként érdekes, hogy én olvasói tapasztalat, hogy nekem meg ez a sztori egy picit úgy kilógott. Tehát nagyon jók ezek a történetek, amikor van ez a monotonitás, hogy új lemez, meg stúdió, koncertek, és jönnek aztán a sztorik, de ez meg picit, tehát hogy itt nem éreztem a féket, ez egy ilyen... Hát mert ezt én írtam. Mire lett volna a könyv, hogyha nincs a Balázs? Nem, de... Nyilván ez egy fénylő pontja a könyv. Mindenképpen. Nem tudom, tehát, hogy... Tehát például a Bércesi Robi, amikor küldött egy SMS-t nyáron, most olvasom a könyvedet, a Gerhes-es résznél vagyok, és vitt a jön, ami rég röhögtem már ennyit valami. Úgyhogy ezeket azért mertem ezt mondani, ez a legjobb lesz a könyvnek, mert nagyon sok pozitív visszajelzés. A Gerhes még nem kérdeztem meg egyébként, mert ő is kapott egy könyvet, de ő már augusztus, mikor voltunk Kolozsváron, ő most a Krimi-nek a hangtechnikusa, ott velük jár általában a turniba, és ott együtt játszottunk a Krimivel, és akkor ott a Léviuszék mindenki kapott könyvet, és akkor persze a Gerhes is, és akkor azóta meg kellett volna kérdezem, de nem, magától nem mondta, hogy jó, úgyhogy... Már ott szóltál. Én a könyv elején kezdeném egyébként, meg azt is elmondanám, amit az elején felvetettetek, hogy mindenkinek van valami kis pálélménye, de nekem nem volt semmiféle. Én azokat hallgattam, amiket a Máté Kazettán odaadott nekem, és az főleg Portishead volt, meg Alanis Morissette, és a Kispált, azt nem. És ő az egyetlen, aki ezt tudja is rólam, és mondta is a zenekari furgalom, hogy te nem is ismered a Kispált, hogy igazán. Úgyhogy gyorsan elolvastam a könyvet, meg egyébként. De várjál, ezt azért mondom neked, mert adalékként, hogy én például mindig azt hittem, hogy a Kispált azt
azt általában egy kisebb része az embereknek szereti, a többi még nagyon utálja. És egy nagyon érdekes felmérést közölt velem egy nagy távközlési cégnek a marketing vezetője, aki fölkért engem egy reklámra, hogy hogy jutottak oda, illetve a zenekart, a Kispár zenekart, hogy hogy jutottak el hozzánk. Az együttműködés nem jut létre, de ez egy másik kérdés. És én kérdeztem, de hát mi, kérdez, de hogy megyünk majd a tévébe, és ott jár, és minket, hát ti egy ilyen elismert termék vagytok, mert minden mi meg egy ilyen, majd egy csomó ember azt fogja mondani, hogy na, az meg ezt nem. És kérdez el, hogy az van, hogy mostanra a Kispár, ha nem is szeretjük, de elismerjük kategóriába csúszott, és azt mondják, hogy ez már nagyon jó marketing szempontból, mert nem utasítják el kapásból, hogyha egy terméket ezzel reklámozol, és innentől már vonzó tehát hogy vonzó hordozó felülete lehet egy fogyasztási cikknek. Ami azért érdekes, mert most általában ugye ezek a középgenerációs zenekarok, Tamcsapda, Kispál, Quimby vannak olyan helyzetben, hogy még a fiatalok is valamilyen módon nem feltétlenül utasítják el, de az idősek is azt mondják, hogy jó, hát az idősebbek is, tehát hogy egy ilyen nagyobb réteget elér. És eszembe jutott a 90-es évek, amikor mondtuk, hogy nekünk soha nincsen semmilyen szponzorunk és támogatónk, és nézd meg a Presszert, annak mennyi van, meg a Zorán. És ugye hát ők voltak akkor abban a helyzetben, tehát ők voltak a középkorú zenészek, amiben most mi vagyunk. Ez valószínűleg ez egy ilyen hát szerencsés vagy nem szerencsés helyzet, hogy ilyenkor az ilyen nagyobb cégek ezeket a zenekarokat vagy ezeket az előadókat találják meg, akik a legkevesebb elutasítást generálják. Úgyhogy most folytasd. Folytatom is, folytatom. Az elutasítás, ez egy jó átkötő szó lesz, ugyanis úgy kezded egy merész felütéssel a könyvet, hogy te nem haverokod el magaddal, majd hosszasan sorolod, hogy miért nem, és azt is leírod, hogy egy idegesítő fasz vagyok. Ezt most bemutattam, na? Ezért jöttem demonstrálni. Ja. De halljunk egy kicsit arról is, hogy mi az, amit viszont nagyon szeretsz magadban, és nem másítanál meg, ilyen mondatod is van, hogy... Ez most viccel, de úgyhogy ne kérdezz meg, légy szíves. Mondjuk, ilyen mondatod is van, hogy nem győzöm szimpatikusra javítani magamat. Tudnál most úgy válaszolni, hogy nem javított szimpatikusra magadat? Ez úgy van szerintem, hogy én a bátyámon figyeltem meg, hogy ugyanazzal a képpel néz a tükörbe mindig. És pont ugyanúgy, ahogy én. Tehát, hogy az embernek van egy nézése, amivel a tükörbe néz, amivel ő relatíve szebbnek látja magát, mint amilyen valójában. És hát ez ilyen. Én ilyen trükköket alkalmazok az önbecsapáshoz, de ez megfigyelhető, mint például a kis Tibi, amikor egy fényképezőgépet megad, egyből elkezd csücsörítani. És mindenkinek vannak ilyen gesztusai, tehát hogy tudod, hogy te is biztos van valami, amitől azt hiszed, hogy most ez áll neked jó, és akkor elég lesz, hogy fényképes. Beleteszed a hajadat az arcodba, és ellenállhatatlan nézel. A nők ebben nagyobb mesterek, mint a férfiak, azok általában szűk a repertoárjuk. Van egy csücsörítés, meg egy szerint, és ez kész. És amúgy itt maradva, a 75. oldalon ezt felolvasom, ilyet is írtál, a színpadon álló figurákat keményen megcsavarja az idő, a siker és a szerep sok bajt okozhat. De akiben minimálisan működik az önreflexió és nem zuhant ki a valóságból, sokkal inkább azzal küzd, hogy nem kaphat megingathatatlan visszaigazolást a munkája minőségére. Tényleg nem kaphat a Kispár és a Borz frontembere megingathatatlan visszajelzést? Ez általánoságban írtam, tehát, de egyébként valószínűleg nem. Hát a kis ördög mindenképp ott van, tehát hogy valószínűleg, hogyha fölmegy a világ, vagy mondjuk a... Valószínűleg nem is lehet ezt a dolgot úgy csinálni, de semmi művészeti tevékenységet nem lehet úgy csinálni, vagy kvázi művészeti tevékenységet nem lehet úgy csinálni, hogy ne lenne benned a kétség. Tehát... És mi bizonytalanítál? Hát a saját korlátaid, a saját tehetetlenséged, a tehetségtelenséged, arra, hogy egyetlen helyeden vagy, hát ezek mindig minden egyes helyzetben ott vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer nincs,
és akkor soha többet nincs. Hogyha ez megszűnik, akkor halott vagy. Tehát nem hiszem el, hogy mondjuk a Cserhalmi György, ha föláll a színpadra, akkor az első próbán az lenne a legnagyobb baj, hogy vajon ezt meg tudom-e csinálni. És nyilván tudja, hogy majd meg, persze meg tudom megnyitani, de hogy az embernek, aki életbe akarja tartani ezeket az ösztöneit, ezeket az alkotói ösztöneit, annak folyamatosan játszania kell a saját, kint is vagyok, bent is vagyok, ott kell játszania. Tehát nyilván jó hátradőlni, amikor azt mondja, hogy ezt most megcsináltad. De hogy nagyon hátradőlni, hogyha egyszer átradőlsz, és soha többet nem akarsz előredőlni, akkor nagy baj van. Akkor előbb-utóbb az látszik. Tehát akkor jönnek azok a pillanatok, amikor elkezded valami másra felépíteni a személyiségedet, és akkor a végén ott vagy, hogy mit tudom én, kék lényekkel beszélgetsz, mint a patakért. És tényleg erről szól, alapvetően arról szól, mindenki picit, az egy dolog, hogy kételkedsz magadba, de hát azért itt nincsen egy papírod róla, hogy mit tudom én, te irodalomtörténész vagy. A Pataki Attila egy tesi tanár. És egyszer csak azt látja, hogy énekel, és ott van 10 000 ember. És ő tudja magáról, hogy ő magában nem lett olyan ügyes és okos, hogy ennyi ember énekeljen, vagy ennyi embernek énekeljen, tehát azt mondja, hogy biztos valaki odafentről figyel engem, és szeret, és én ki vagyok választva, és biztos valami szerepem van nekem, és biztos küldetésem van, és akkor így most így direkt fokozom a jelzőket, és egy idő után azt hiszi, hogy ő neki valami kurva fontos feladat van, különben mit keresne itt egy tesi tanár. Nem? És egyébként még itt az ösztönösséget azt említetted, és akkor nyilván is gyakran... Bocsánat, és akkor ilyenkor jönnek a különböző ilyen némi paranoiával fűszerezett téveszmék, meg a mindenféle egyébek, mert közben meg állandóan ugye kétféle dolgot kap, vagy rajongókat, vagy olyanokat, akik a szemébe akarják várni az igazságot. Ugye, hogy te egy dilettáns vagy, ezért is hát ráadásul lesz egy ilyen, a legtöbb ilyen zenésznek a zenekara, vagy a mi kis életében így lesz, ez a kis romhal, vagy ez a szemétdom, amit összehord, az egy ilyen védendő objektum lesz, olyan lesz, mint a gyereke, tudod, és akkor azt nem szabad bántani, meg és akkor hát... És te hogy kezelted ezeket? Így. Szupi. Hogy kezeled, te se szeretett, hogy bárki azt mondja, hogy hiába kell a jó pofát vágnod, hogyha valaki azt mondja, hogy a jobb velünk a világ, hogy mi a zenekar neve? Szép az élet. Jó van, nem csak így, azt mondtam, hogy szép az élet? Mikor azt mondtam? Tényleg. Na, mindegy. Egyszer meglesz. Szóval, hát ebből látszik, hogy nem igazán jó a zenekar neve, mert ha az lenne, hogy Vinettu, akkor azt tudnám. Na jó, de most egyszer, de most figyelkedtem, de egyébként lehet benne valami, mert egy jó zenekar nevet legalább harmadszorra megérzem, és most már kétszer játszottunk együtt, még felhúztam a kitűzőt is, és tetszett is a zenekar, tehát nincs, de látod, nem jut eszembe neve, ez mit jelent, vagy én vagyok hülye, nem jó zenekar neve. De hogyha viszont, hogyha hülye vagyok, akkor meg alkalmazkodni kell hozzám. Végsősoron nem jó a zenekar neve. Na, de most már mindig ezt nevet választottátok, most már ilyenkor később, mikor már az emberek hírnél egy bizonyos fokára hág, akkor onnantól már nem lehet lecserélni. Ez így van. Na, térjünk csak vissza az elszoroskodáshoz. Ez a megmaradott, hogyha bántja valaki. Aha. Az nem, vagy téged, azt mondja, hogy jó voltál, csak jó voltál. Van ilyen. És jól esik? Nem, és egy idő után azt mondtuk. Érdem, de akkor kialakítasz magadban valamit, ami védi tehát a kisfán és a borzot. Ezt szeretted volna elmondani, tehát hogy így jöhetnek a nemről érkező... Hát igen, tehát egyrészt kialakítasz egy védelmi hálót, csak hogyha ez nagyon vastagra fonod, és hogyha csupa olyan emberrel veszed körbe magad, akik mindig azt mondják csak, hogy szuper, neked ezzel kell foglalkozni, és erre születtél, és nem tudom mi, és akkor egy idő után elveszted a kapcsolatot a valósággal. Mert, hogy volt olyan, hogy szóltak? Mint mit tudom én, a
politikusok, akik kiírtják az ellenzéküket, tudod, és akkor... Vagy nem tudom, tehát vannak erre példák, akik így járnak. És hát... nem, hát az emberek vannak olyan életszakaszai, amikor nehezebb, de hát mit, tehát mindenkiben ott van a kis ördög, tehát a hidd el, hogy amikor nagyon harsányan körbeveszed magad csupa ilyen olyan attribútummal, ami azt jelzi, hogy neked iszonyan megy, tehát tele van a WC-d mondjuk aranylemezekkel, vagy nem tudom, vagy a és csomó olyan dolog, ami azt jelzi, hogy te mennyi mindent elértél már. Halljátok amúgy hátul? Akkor is ott van benned a kis ördög, amelyik azt mondja, hogy nem. Nem, nem, nem. Ezt is akartam egyébként kérdezni, hogy körbe veheted magad, de azért fogod érezni, ha valami nem oké. Nem csak az, hogy nem oké, hanem van, hogyha minél inkább kifelé élsz, és minél inkább valamiféle képnek próbálsz megfelelni, amiről azt gondolod, hogy gondolják valad az emberek, annál inkább üres veszel belül, és ez az üresség, ez így olyan, mint egy fekete lyuk, tehát így szívja az energiát, és akkor ezt próbálod így teletömni mindennel, és akkor tudod, meg önfelett lenni, és akkor különböző ilyen, akkor jönnek ezek a drogozás, meg italozás, meg önfelett, egyéb önfelett állapotoknak a keresése. És ezek mind arra szolgálnak, hogy ezt a lukat betömjed. Na, de térünk vidámabb témákra is szerintem. A trió felállás... Szerintem vidám téma volt. A trió felállásról azt írtad, hogy mindannyiunk által beszélhető nyelvre akadtunk, amikor megalakult és elkezdtétek az egészet. Mi ez a nyelv? És egyáltalán máig beszélitek ezt a nyelvet így? Hárman? Nem. Tehát tulajdonképpen a zenekarnak két oka van, hogy megszűnt a Kispál zenekar. Az egyik az, hogy a zenekar tulajdonképpen a klasszikus Kispál zenekar az a Brajtigam kiválásával megszűnt. Utána gondolkodtunk is, ez a könyvben is említve van, hogy gondolkodtunk is rajta, hogy valami más néven kéne folytatni, de hát az, a kiadónk, akinek voltunk, az azt mondta, hogy ez eszünkbe se jusson, hát ez egy bejáratott brand, hát stb. És mondtuk, hogy a tényleg most mindenki. Mi is dobos cseréltünk, a dalokat tudjuk játszunk, hát most miért legyünk más zenekar, de az a fajta valami, ami azt a közöttük volt, az nem állt, tehát nem lett ugyanolyan soha többet. Lett egy másik zenekar, amelyikben képzettebb zenészek voltak, lett egyfajta más irányvonal, nyilván lett egyfajta második jó időszak a Kispálnak, amivel most jövünk majd Bátorkeszire, ugye ez a 94 98 közötti időszak, ezek is szerintem egy jó zenekar. Tehát produkcióként jobb is volt, mint a korai Kispál, de, és nem is nyilván nem is kell ahhoz ragaszkodni, egyszerűen az van, hogy van, szóval ennek sok összetevője van, tehát hogy egyszer csak, tehát kiderült, hogy ez most nem is akarom ismételni a könyvet, tehát kiderült, hogy basszusgitárosként sokkal könnyebben tudom irányítani azt, hogy mi történjen egy koncerten, mint gitárosként. Kiderült az, hogy a Kispálnak jól tesz az, hogyha nem kalimpál mellette még egy gitáros. Szóval, hogy egyszerűen csak jobb lett tehát újra elindult. Tehát ez a zenekarnak mindjárt az első éve után volt egy komoly válsága. Írtunk 9-10 dalt, és utána nem tudtunk, pillanatok alatt, és utána nem tudtunk tovább lépni. Következő egy évben írtunk kettőt vagy hármat próbáltunk, nem voltak meghívások, nem jelentkezett senki. Mi azt hittük, hogy iszonyú zseniálisak vagyunk, és csak állnak, kopognak majd a menedzserek, meg a koncertszervezők, hogy menjünk játszani, és természetesen kiderült, hogy ez korán sincs így. Ráadásul akkor még ugye 81-88 volt, tehát rendszerváltás előtt voltunk, tehát különböző engedélyek kellettek meg minden egyébben ahhoz, hogy
hogy koncertezhessünk. És ott egy ilyen egy helyben topi volt, tulajdonképpen ezt unta meg a Rezső valamilyen szinten, amikor többször kiszállt a zenekarból. És amikor kiszállt, akkor hirtelen elkezdtünk megint újra dalokat írni, és így a másik részét ennek az első nagy lemezanyagnak, vagy az első 20 számnak, amit megírt a zenekar, és azt játszottuk utána évekig, azt utána írtuk. A Húsrágú időt, a szűkítettünk meg ezeket, így mert trióba írtuk. És akkor hát tulajdonképpen találtunk egy ilyen beszélhető nyelvet. Tehát, hogy... És aztán amikor a zenekar megszűnt, akkor azért szűnt meg többek között, az volt az egyik ok, hogy nem estünk pánikba, amikor nem éreztük azt, hogy most ezek az ötletek olyan nagyon jók lennének, amiket csináltunk. Azt mondtuk, hogy jó, akkor adjunk egymásnak időt, egy évet, két évet, és lejártunk próbálni, zenélgettünk. Jó volt, néha jobb volt, néha rosszabb volt, de nem volt az a fajta... Életetem. Igen, nem volt az a fajta varázs, amikor úgy kelsz fel, hogy na, ez jó volt. Szóval, hogy nem volt, nem, vagy nem hittük el egymásnak már, hogy ezt tudjuk, vagy nem tudom. Tehát egyszerűen nem volt. És hát ugye ilyenkor egy érett zenészekből álló társaság nem esik pánikba, azt mondja, hogy nem baj, most már 30 évig megélünk ebből a kis izéből, de én meg nem akartam ezt csinálni. Tehát én nem akartam... Tehát ez azért jó, hogy vannak előttünk példák, mert legalább elég rémisztőek ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mi vár rá, hogyha nem képes maga mögé lerakni a dolgokat. És más zenészeknél, kiket választasz, kikkel dolgozol szívesen együtt? Ők is beszélik ezt a nyelvet, vagy valami teljesen mást? Hogy választasz például, aki Csaszit például választottátok? Hát a Csaszi alkalmazott zenész, tehát ő bizonyos értelemben feladatmegoldó. Van értelemben, hogy azért van egy kreatív része, amit csinál. Tehát nem szólunk bele pontosan, hogy milyen szólamokat ír pluszba, csak én elmondom, hogy körülbelül milyen hangszín, körülbelül milyen hangok legyenek benne, és akkor neki elő megcsinálja. Pont ezért jó, mert hogy bizonyos értelemben ugye ő ellentétben Kispál nőtt föl, tehát nem kell neki megmutatni a számokat. Nem kell nagyon megtanítani sem, mert nagyon jó a füle, gyorsan leszedi. És viszonylag ízlésesen nyúl bele annyira, amennyire így kell. Tehát azért nem véletlen, tehát a Kispállal, amikor befejeztük, akkor nem volt az elegelső pillanattól azt is nyilatkoztuk, és azt is mondtam, hogy nagyképpen majd 20 év múlva. Tehát nem azt mondtuk, hogy nem lesz többet Kispál, azt mondtuk, hogy egy jó darabig nem lesz. És tulajdonképpen azért is lett most többek között, amellett, hogy ugye a Kispál és a Brajtigán, akik nem voltak nagyon jobb egymással, mondhatjuk, hogy miattuk az ők személyes konfliktusok volt az egyik foka, amelyre a Brajtigán kiszállt a zenekarból, tehát nem személyes konfliktusok nem volt, mert azon már túl voltunk, mert egyszerűen nem beszéltek egymással. És én ennek tök örültem, hogy ez a két ember, akit így külön-külön szeretek, meg úgy külön, hogy ezek most így együtt zenélnek, és akkor jött ez az ötlet. És amikor nekiálltunk próbálni, akkor meg azt mondtam, hogy ezt nagyon jó, hogy most csináltam, mert ezt 15 év múlva nem lehet már megcsinálni. Tehát nem fogjuk tudni megcsinálni. Pont azért, mert hogy akkor addigra már annyit törekszünk, és annyit romlik a fizikai állapotunk, hogy valószínűleg már inkább paródia lenne, mint koncert. Olyan érzés volt, amikor először fedettél a lovasi hatást egy zenekarnál. Tehát elértél oda, vagy elértetek oda a Kispállal, hogy az induló zenekarok a lovasit, vagy a Kispállt kezdték utánozni. Tehát ilyen epigonok jelentek meg. Ezt most nem pejoratívan mondom, induló zenekarok, azok így, meg induló alkotók elkezdenek másolni valamit, még megtalálják saját magukat. Tehát, hogy ezzel így mit kezdtél? Amikor mi kezdtük, akkor tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy mindenki körülöttünk, ugye milyen
alternatív színába indultunk, mert hogy ott lehetett, ott volt egy olyan barátságos helyzet, hogy betoltál egy erősítőt, és akkor mondjuk azt mondták, hogy na, jöhetsz fellépni. Vagy hát egyszerűen nyitottabb közeg volt, mint mondjuk a Sotéra bekerülni, ami ugye az ilyen népszerűbb zenekaroknak volt a koncertei. Na most ezt nem ragozom. Tehát ahol mi bekerültünk, ott mindenki a 80-as évek nagy zenekarait, nagy alternatív zenekarait, az URH-t, az Európa kiadott a kontrollcsoportot, a bizottság az már egy nehezebb ügy volt. Ezeket, ezt az életérzést, hogy tehát a 80-as évek klasszikus magyar undergroundjét, vagy a 70-es évek vége, 80-as évek elején klasszikus magyar undergroundjét kopintotta. Tehát éppen ilyen értelemben várható volt, hogy ha azt nézzük, hogy a 90-es évek klasszikus magyar undergroundja a Kispál lett, leginkább, akkor egy idő után megjelentek azok a zenekarok, akik ezt koppintották. És hát nyilván, aki meg nem koppintotta, vagy ismerte, de hát tehetségesebb volt annál, hogy megálljon ennél az Epigon dolognál, az meg ezek közül kiemelkedett. Tehát a Bércesi Robit, akit nagy, tulajdonképpen az utolsó 11 néhány év legjobb dalszerzőjének tartok én, Ő például 96-ban megnyertek valami tehetségkutatót, trióba, és annyi volt. Tehát akkor még, most már ez sokkal több az ügyes zenész, tehát aki jól muzsikál, tud basszusítani, a dobos tud dobolni, tudod megint. Akkor még mi időnkben még az is komoly volt, hogy valaki le tudott játszani egy koncertet, úgy csetlés-botlás nélkül az énekes valamennyire tudott énekelni. Nem ragozom. És a Robiék is egy ilyen kompakt, klassz kis számokat írtak, de az például még erősen Kispál hatású volt, vagy ilyen korai Kispál hatású volt. És amikor de hát akkor még egyáltalán nem volt Kispál hullám. Tehát akkor még ez inkább a 2000-es években jelentek meg ezek a Kispál körülbelül. Tehát ők sokkal korábban kezdték el azt a fajta zsikálást, ízt így ellopni, vagy eltulajdonítani. Majd amikor megszűnik a blabla, amiben Robi játszik, a hiperkarma, az első hiperkarma lemez, az emlékszem, nekem a Robi egy kazettán mutatta, valami házi buliba találkoztunk, és mondta, hogy ne hallgass meg, ez új zenekarom, és betette a dob meg basszus, és mondta, bassz meg, ez kurva jó. És nyoma sincs benne a Kispálnak. Hallatszik, hogy ismeri, de nyoma sincs benne. Tehát hogy nem kell erre figyelni, tehát ezek a zenekarok úgy is mennek a sülyeztőbe, a jobb meg úgy is megmaradnak. Lovasi András kulturális ajánlója következik. Mikor volt ez a utoljára ilyen érzésed, amikor így felkaptad a fejed, mint az említett jelenetnél? Tehát mikor történt meg az, hogy egy olyan előadót hallottál, akit most bátran tudsz ajánlani? Most utoljára vagy? Igen, utoljára. Vagy mondjuk koncertélmény, amikor nem te voltál a színpadon, de koncerten voltál, és hú, ez most így jó volt, hogy mikor nem hát olyan sok van, ami jó, tehát olyan, ami nagyobb magával ragad, és nagyon lelkes vagyok, olyan nagyon ritka, az már nem mostanában van. Amikor látok egy jó produkciót, akkor azt mondom, hogy jó. Hát, tehát, hogy lelkes tudok lenni, vagy jól szórakozok rá, de ami azt mondom, hogy hú, hát ez... Tudod, mikor azt mondta, hogy az hogy ú, de kár, hogy nem én vagyok ott. Na, az olyan nem, olyan ritkán, olyan régen volt már. A magyar zenekarnak meg főleg. Ilyen könyvélményed volt? Igen. Csak nem, nagyon nem tudok körcímeket, sem meg írókat sem megjegyezni, de... Ilyen, megint csak... Mi az, amit... Most van egy... Na, eszembe jutott. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek Berta Zsolt. Meg van, nincs? Basszusgitáros van még Kakas nevű zenekarban. Mint a Lukács, ő is azt hiszem a Vörös Kakasban, vagy még be volt basszusgitáros. Vagy gitár, nem tudom, mindegy. Szóval, de Berta Zsolt, és van két könyve. Szerintem egyik sem igazán szép irodalom, inkább én úgy mondanám, hogy ifjúsági irodalomnak fordítanám, mind a kettő kiabál azután, hogy megfilmesítse valaki, én iszonyú hiányt töltene be.
Egy ilyen budapesti család történt, vagy egy ilyen... Az egyik kör az 56, illetve az 56 utáni konszolidáció körül történik, 62, Moszkva tér, Kalef az a cím az egyiknek, a másik pedig, az pedig a, ugyanannak a családnak a következő generációja, az már a Zsolt így önéletírás, ez azért érdekes, mert itt voltunk katonák. És a, ez szerepe, például ezt tőled kérdezem, mert ez kérdés lesz, hogy képzeld, ez egy szép, hát egy irodalmi regény, és név szerint szerepelnek benne azok a, az enyémben is ugye név szerint szerepelnek az emberek, de ez ugye nem egy szép irodalmi könyv, ez egy irodalmi könyv, amiben név szerint szerepelnek olyan alakok, akik nagyon negatívak, és én is emlékszem rájuk a hadseregbe, és aztán azért érdekes, mert ugye egész komoly ilyen nemzetközi összeesküvés részesei, tehát ilyen titkosszolgálat meg ilyenek, és tényleg volt valami furcsa ott körülöttük, hogy egy csávó, aki volt egy pécsi laktanyában voltunk mind a ketten katonák, és volt egy törzsőrmester, egy főtörzsőrmester, akit mindent el tudott intézni. De tudod, egy főtör, ez senki, tehát az egy ilyen, nem tudom pontosan, hogy már nem emlékszem ezekre a rangokra, de az tisztes, tehát hogy nem is hadnagy meg, az még alatta. És mindent el tudott intézni, és ez szerepel a könyvben, mint aztán folytatódik tovább a történet, ugye a rendszerváltás és a rendszerváltás utáni különböző vagyonátmentések és maffia és ilyen szálak is vannak benne, de nem ennyire ijesztő, szóval nem ez a bolip, és akkor tudod, hogy ez feldolgozza ezt, hanem ez egy ilyen szubjektív történetmesség. De jó könyv egyébként, szerintem jó, nagy jó olvasható. És aztán rendesen, és van még egy másik figura, és ez a két figura, a két legnegatívabb alak a regényben, és mind a kettő név szerint szerepel benne. Ez most ez hogy van? Hogy ez inkább beperelhetik a becsület és sértés érvény? Szerintem nem. Vagyis, hogy beperelhetik, de nagyon kicsi az esély, hogy megnyerjék a pert. De azért szokták az a könyvvel írni, hogy a készület termékei, vagy mit tudom, hogy egyben szereplő emberek. Igen. Volt a Grecsónak is egy ilyen. A Plegykanyó. Több ilyen az irodalomban, de... Amikor azt mondta nekem a Grecsó, hogy akkor nincs hangulat volt, mikor hazament. Na látod, engem nem bántanak. Ebből látszik, hogy egy gyáva könyv. Más művészeti ágak, például könyv, festmény, stb. Más zenekarok, ők inspirálnak téged, vagy mi inspirál téged arra? Azon gondolkodom, bocs, hogy szabadba vágok, hogy találjak, mert biztos, hogy volt, ami... megszokni. Biztos volt, ami tetszettem. Ja, te igen, tudod, mi tetszik most? De te kérdezted? Hogy... azért mondom, mert hogy a Gyuri dicsekedett nekem jó múltkorjában, hogy Felvidéken mennyien szeretik őket, és hogy most 12-13 koncertjük volt idén, és hogy mennyire jó bulik vannak itt nálatok. A Ferenc Gyuri új lemezét ajánlom nektek a figyelmetek. Ezt szerintem kurva jó. Tehát az nagyon tetszik. Nashville-be rögzítették egy az egybe. Tehát játszanak, tudod, nem ilyen stúdiótechnika, hogy egy dobos földobolja, úgy jön a következő, és akkor így rétegek pakolódnak egymásra, és akkor olyan, mintha egybe játszana a zenekar, hanem ez tényleg úgy van, ahogy a klasszikus annak idején, az 50-es, 60-as, vagy 70-es években. Hát 70-es években nem nagyon, de amikor még csak maximum 4-sávos magnók voltak, hogy elrakták a terembe a különböző mikrofonokat, mondjuk 4 darabot, és akkor bejött Frank Sinatra, a zenekar játszott, Frank Sinatra énekelt, benyomták a rec gombot, és fölvették, és mondták, kész. És hát ugye, mint egy koncertfelvétel, tehát koncert körülmények között játszanak és egy Nashville stúdióba, és hát egy nagyon jó bejáratott műsort, így össze vannak kötve a dalok, és olyan élet, olyan energia és olyan iszonyú virtuózítás van, mert nagyon jó, azt nagyon tetszik. Na, akkor mondtam valami pozitívat. Akkor én is felteszem a kérdést, ha nem bánod. Az lett volna a kérdés, hogy mi inspirál még arra, hogy új és új dalokat írd, mit akarsz elmondani, plusz kelsz-e még ki az ágyból akkor, ha eszedbe jut éjjel fél álomban egy jó riff, egy fél sor? Hát
Most írtam egy olyan dalt, amit reggel jutott eszembe egy fél álomba, és azért fölkeltem, de az már reggel volt, úgyis őket van kelni. Írod a könyvben is, hogy a felejtés az ilyen természetes szelekciója a zenének is, hogy ez így belejár, de azért vannak olyan dolgok, amiket nem engedsz el, még így se inkább fölkelsz. Hát, hogy még van egyre kevesebb van, és akkor azt majdból megkebencsük. Egyébként erről is szeretnék volna kérdezni, mert ugye előjön a könyvbe ez, hogy van a mesterségbeli tudás, meg az ösztönös alkotás. És amikor elkezdtétek, akkor itt ment az ösztönös alkotás, mint más is. Amikor beleírik a szerepbe a zenész, akkor egyre inkább akadályozza az, amit megtanult. Lehet törekedni erre, vagy törekedni? Már mire, hogy ne akadályozza? Aha. Hát nézd, mindenkinek van a trükkje, hogy megpróbálja becsapni magát, persze. Tehát, hogy... De ez becsapás, szerint? Nem, hanem egy olyan primordiális vagy eredeti helyzetbe való helyezés, ami olyan trükkökkel, amik például sokszor valószínűleg ezért vannak ezek a tudatmódosítók, hogy ezzel próbálod becsapni magad úgy, hogy olyan helyzetbe kerüljél, mint hogyha ártatlanul szemlélnéd a világot, és gyermek ártatlansággal csodálkoznál rá a gyönyörű naplementére, és akkor már írod is a veletes sorokat. Nem tudom. Szerintem, tehát például, hogyha a kispár nem annyira jó gitáros az elején, tehát nincs az a fajta mesterségbeli tudása, ami megvolt, tehát ő egy kész gitáros volt, ha nincs az a fajta mesterségbeli tudása az elején, amivel rendelkezett, akkor belőlünk nincsen semmi. Hiába vagyok én egy ilyen amatőr, lánglelkű srác, ugye a vércsen hanggal, meg izé, ha nincs a kispár, nincs a zenekar. Valószínűleg minden elemére, ha nem vagyok én, akkor hiába a kispár mesterségbeli tudása, és nem tudom miért. Nincs a zenekar, és ez fölösleges elemezni. És aztán, hogy később, inkább az a probléma, hogy megész egy lemezt. Még a második az úgy, a harmadik az a klasszikus lemez. És akkor utána azt volt, hogy jó, hát akkor ez az én területem, ez az én kertem, ezt művelem. Nézzük, mit lehet még belevetni, ami hoz olyan termést, ami... Mert hogy nyilván kérdezted, hogy mitől ír az ember dalt. Tehát azért ír, mert például én az első lemezt is azért csináltam, vagy az első szöveget is azért írtam, hogy legyen a dalomnak szövege. Nem azért, mert annyira akartam, nem. Addigra, mert feladtam ezt a, ez alanyi költő státuszt, mert én ugye voltam alanyi költő 16 éves koromban, és úgy döntöttem, hogy tehetségtelen vagyok, és ezt abba hagytam. És tulajdonképpen ez egy, miközben valószínűleg titokban nem adtam föl, hogy én tehetséges vagyok, csak úgy föladtam, úgy különben. És ez egy jó indok volt arra, hogy bár a költőnek tehetségtelen vagyok, de dalszövegírónak jó leszek, és akkor írtam dalszöveget. És nyilván nem mögött volt ihlet. Nyilván, hogyha egy dalszöveg csak mester. Tehát ezt fölösleg, tehát inkább azért érdekes a kettőről beszélni, mert van egy része, ami tanítható, van egy része, ami nem tanítható. Tehát dalszöveget meg lehet tanulni írni. Vannak mesterségbeli fogások, van magyar nyelv is, mint matéria, azt lehet így tekerni, úgy tekerni, vannak benne olyan, mondjuk úgy, hogy tudom én, közhelyes megoldások, amiket egy becsületes költő nem követ el. Hogyha egy dalszövegíró ad magára, akkor ő is csak ritkábban. És akkor így tovább. És hogyha hallod egy kortársadat, ahogy egy hasonló művészeti tevékenységet végez, és meghallgat, és azt mondja, ez egy szar. Ez meg olyan közepesen szar. Ez meg olyan, ez nem olyan rossz. Ebben van három jó sor. Ebben egész sok. Ez egész így áll a lábán. És akkor magaddal is ugyanezt tudod csinálni, csak magaddal elfogultabb vagy, és nehezebben látod be, hogy csak három jó sor van benne. És akkor... De mivel a popzene azért... Ne felejtsük, hogy a popzenében azért a közhelyekkel meg kell tanulni játszani. Tehát, hogy azért a popzene alapvetően témáját tekintve viszonylag szűk részét foglalt. Tehát, hogy szűk részét birtokolja a költészet egészének. Tehát, hogy most képzeld el a József Attila Elégia című versét tudja elénekelni. Ez egy oratórium. De semmiképp nem egy popszerzemény, vagy egy 3 perces popdal.
és nyilván Vörös Sándor több könyv megzenésíteni, mert eleve hallható volna, úgy írt a Sanyi bácsi, hogy volt egy nagyon kerek lüktetés a fejébe. Valószínűleg lehet, hogy egy csíme, lehet, hogy volt egy dal, de egy ritmika biztos, és akkor ezek mivel szinte ordítanak, már csak hangjegyeket kell aláírni, és hogyha ezt egyébként érdemes nem megcsinálni egy random ilyen hangjegyíró versenyt, vagy hogyha beírod, hogy mondjuk Pentaton, és beírsz egy Vörös Sándoröset, és minden szótagra írsz egy hangjegyet, és azt eljátszani, szerintem egész jó lenne. Vagy nem? Tehát, hogy vannak nagyon zenéért kiabáló versek, és vannak olyanok, amiket valószínűleg meg lehet csinálni, meg is csinálják, csak azok akkor nagyobb terjedelműek, nem popzenei formátumban vannak. Ezt most nem tudom, miért mondtam. Nem, vagy tök jó, hogy elmondtad. És a jövőben is ilyenekre számíthatunk? Vagy most egy nagy szabású művön dolgozom már évek óta, a cím, hogy Semmi konferencia, de most már kezd összeállni az egész. Most van az Idáig tudom a történetet című kis csillag előadás sorozat. Ami úgy kezdődött, ezt elmeséljem? Feltétlenül. Te már sokszor hallottam. Jó. Szóval, hogy van a Pap Sándor Zsigát ismeritek? Irodalmárokat kérdezem. Szóval, de az is, aki esetleg olvas, mit tudom én, film, kritikákat vagy ilyesmit, az is ismereti, mert a Népszabadságban ilyen, azt hiszem a kultúra rovatban ilyen filmekért felelős szerkesztő, vagy mindesetre ír, főleg filmekről ír. Mindegy, szerintem van egy nagyon jó kis könyve, az a cím, hogy Semmi kis életek. Ez egy erdélyi történet, vagy több történet, egy erdélyi sztori. És szerintem, amikor én olvastam, kérdezted a kedvenc könyvet, na, te kérdezted, szóval például az a 2011-es évben, vagy 10-es évben, az volt a kedvenc könyvem. És akkor én megkerestem a Zsigát, hogy mi lenne, hogyha írna nekünk egy ilyen kerettörténetet a dalok köré. És akkor leültünk, én meséltem neki ilyen mindenféle sztorikat, mondtam, hogy körülbelül mit gondolok, és akkor ő megalkotott három ilyen figurát. Ezek ilyen monológok, amiből elkezdődik egy ilyen szerelmi háromszög történet, egy kibontakozik. Tehát mindenki mondja, és akkor ez volt az Idáig tudom a történet. Ez mindegy ilyen brazil sorozat így elkezdődött, és akkor én tovább írtam. Most tartunk a második résznél. A harmadik, nem én gondolkodom, hogy írót be kéne vonni, hogy az írja tovább. Tudod, ez olyan, mint amikor így rajzolsz egy rajzot, és akkor látod, hogy a fejed megcsinálod, a nyakat megíz, és ott behajtod, és mondod a következőnek, hogy rajzolj egy testet, és akkor a lévén lesz egy elefántfejű, krokodil, lábú, mit tudom, ember, kövér ember. Na, szóval mi ilyesmit dolgozunk, de közben már máshogy is ment az agyam, mert ugye ez egy szerelmi háromszög. Nekem van egy kiinduló történetem, az a kitaláltam, hogy kellene csinálni egy daljátékot, az a cím, hogy Semmi konferencia. Ez nekem nagyon tetszik, tudod, hogy, hogy van egy konferencia, ahol a semmiről beszélnek. Alapvetően szerintem minden konferencia ilyen. De hogy ez lenne az első, ami valójában a semmiről szól, és meg, és a... Hát a filozófusok azért Heidegger filozófiájában. Igen, de ez egy filozófiai kérdés természetesen, de azért is kell a rock musical csinálni belőle, de nem az ijesztő rock musical szót nem használom, hanem a daljáték, úgy Kacsó Pongrác, tudod. És a daljáték, és ha kitaláltam, hogy oké, ez meg volt, hogy semmi konferencia, az első kiinduló pont az volt, hogy semmi konferencia, hol legyen, Svájcban. És Svájcban, mert ott már nagyon jól élnek az emberek, és ott ilyen jó, és akkor ott lehet egy ilyen konferenciát tartani, és nem is azt álltam ki, hogy oké, hogy kik értenek a semmihez, és azok utaznak, mint utazik a halál, utazik, és ezeket meghívják, tudod. És odaérnek, és kiderül, hogy nincs is konferencia. És akkor végre. Na, itt tartottam, amikor rájöttem, hogy nem, ez nem elég sztori, kell valami érzelmi szál, és akkor kitaláltam egy kisfiút, akinek van az anyukája, és hát nagyon Svájcban élnek, természetesen magyarok, csak valahogy oda sodródnak. Ez majd fontos lesz, mert a végén össze fognak érni a száma. És a kisfiú és az anyuka egyedül él, valami nagy bánat van a lelkébe, és a kisfiú meg hát tudod, unatkozik, nem ismer senkit, és kérdezi az anyát, hogy mi bajod van, és az mind mondja, hogy semmi. És akkor
A kisfiúnak van egy barátja, aki egy fában lakik egy parkban, aki régen diszkó király volt, de leégett a diszkója, és ezért egy fába költözött. Ezért mesez figura, mint nem homeless, hanem igen. És akkor aznak elmondja ezt a problémát, és az javasolja neki, hogy csináljanak egy konferenciát a semmiről, akkor meghívják azokat, akik értenek a semmihez, és akkor meggyógyítják az anyukáját. Na és akkor ez egy kamu konferencia, tehát a kisfiú meg ez a fába lakó bácsi megírják, és mindenki különböző okok miatt, mit tudom én, az orvos kap egy híres orvos, az azért kapja, mert viszi a szeretőjét, tudod, meg ott tud jakizni, meg ezek a konferenciák. Nem tudom, voltatok-e már konferencián? Én nem, de várom, meghívott. És akkor van egy ilyen, akkor van a halál, azt is meghívják, és akkor tudod, mennek. Ezek ilyen szimbolikus figurák, akik foglalkoznak semmivel, és odaérkeznek, és hát nyilván valamilyen módon, na itt meg vagyok, torpan van, hogy mit fog történni, de nyilván a végén valahogy boldogoknak kell lenniük. Legalább kettőnek. És akkor most ezen dolgozom, na most ez azért érdekes, mert közben elkezdődött a történet oda arra felé kanyarodni, hogy ebbe a szerelmi háromszögbe a nő, mert ez egy két fasz és egy nő van benne, ennek a nőnek valamilyen úton módon el kell jutnia. Eljut egyszer csak Svájcba, és gyereke lesz. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly, epikus műbe vágtam a fejszímet, amikor tehát több. Érted? Szóval, hogy most ezen dolgozom. Részleteiben igen, de összefüggésekben még nem. Még nekem is vannak sötét fordok. Most ott tartunk, hogy a fiatal szerelmes. Ugye, tehát ennek van egy idős ilyen 40 fölötti pasi, egy docens, akiben szerelmes ez a nő. És van mellette egy 20 pár éves srác, akit azért szed föl, hogy kiúrassza azt a bokorból, tehát azt mondja neki, hogy ha igazán szeretsz, akkor váljál a feleségettől, és vegyél el engem, mert most ez elválik a feleségétől, megmondja a fiúnak, hogy kiugrott a nyuszi a bokorból, a fiú bánatában Londonba költözik, és történetünk végén, na mindegy, ez nem ment sérre, mert játszunk Dunaszerdahelyen, hogyha valamikor ezt állítólag, nem tudom, még tavasszal, tavasszal. Na ott ez ki fog derülni. Ott ezt minden mondjuk. Csak ilyen kampuszdal játékszerű új műfaj. Kontúrozó. Nyilván, tehát az van, hogy pontosan, hogy ez ugyanolyan, hogy az ember írja le ezeket a köröket, ezen a, tudod, elmentél, itt voltál, ott voltál, és így klubokat játszunk, nagyon fesztiválokon játszunk, itt játszunk, ott játszunk, és így próbál kitalálni az ember valami más formákat kutatni, hogy mit lehet, hova lehet ebből lépni, és akkor jönnek ez ilyen megoldások. De mondom, ez a semmi konferencia, ez egy nagyon komoly dolog lesz. Érzem. Semmi konferenci, nem megy beúszik, hogy ilyesmi volt. Amire rádöbbentem a könyvolvasása közben, az volt, hogy milyen gyorsan cserélődtek le a médiumok közben. Tehát a stúdió felvétel jut eszembe, amire az előbb hivatkoztál, hogy amikor elindult a kis Pál, akkor meg ilyen master copy-k volt a kazettán, másoltátok, meg fénymásoltátok, vagy hajtogattátok a borítókat, és hogy közben aztán megjelent a CD, meg az első számítógéppel a küzdelmek, hogy ez annyira észrevétlen, annyira természetesen alakulunk át ezzel a változó technikai kontextussal, hogy ez így föl se tűnt, csak olvasás közben, hogy így tényleg, hát meg kazetták voltak. Igen, de ez egy külön, ebből a szempontból egyébként nagyon jó lenne írni legalább a műegyetemen egy biztos nagy érdeklődés lenne rá, tehát egy technológiai szempontból végignézni a popzene történetét, mert tulajdonképpen a popzene az a technológia változásának a története, tehát a tömegmédiumok használata, egyáltalán a zenei eszközöknek a fejlődése. Tehát ugye valamikor a gitárt azért nem használták nagy zenekarokban, csak szóló hangszerként, mert egyszerűen leghalkabb hangszer volt.
Tehát sokkal halkabb bárminél. És amíg nem tudták hangosítani, ugye nem jelentek meg ezek a hangszedők, mágneses hangszedők, addig egyszerűen például a funkcióját általában banjo vagy mandolin látta el, mert még azok is hangosabbak voltak, mint a gitár. És amikor a 30-as években megjelenik a Gibson az első elektromos gitárjaival, akkor még erősítőt is adtak hozzá. Tehát csak úgy tudtad megvenni, mert hova tudtad volna még be. És akkor, most azt nem mondom meg, mennyibe kerül most egy ilyen erősítő, de nem volt csak. De lehet még néha kapni. Na mindegy, és természetesen a csodálatos az ebben, hogy egyszerre hagyománytisztelő ez a műfaj, és egyszerre a megújítás az mindig valamiféle technológiai fejlődés lépcsőjének, vagy ha ez fejlődés, lehet, hogy nem az, tehát most ez nézőpont kérdés, hogy mi a fejlődés, de nyilván annak van eladva. De amikor megjelenik az elektromos gitár, akkor nem sokára megszületik a rock'n'roll. Amikor különböző hang, amikor megjelennek azok a hangtechnikák, nagy ládák, nagy hangszórók, amik lehetővé teszik, hogy mondjuk 10 000 ember hallgasson egy koncertet, akkor megszületik a stadion rock. Amikor megjelenik a digitális hangrögzítés, illetve digitális hang manipuláció, abban pillanatban megjelenik, kap egy újabb hatalmas lökést az elektronikus zene, mert az elektronikus zene az már a 70-es évek elején megjelenik egyébként, csak hát sokkal bonyolultabb, sokkal nehézkesebb minden szempontból egy rendkívül. De az is egy igazi hőskort, hogy ezek az óriási szintetizátorok, meg ezek a hangmodulátorok, ahogy ezeket használták is. Ugye nem véletlenül ezek, és látod, azért van, hogy egy alapvetően konzervatív műfaj, mert amikor a szintetizátoroknak tudnak már hangot mintázni, abban a pillanatban visszalépnek a 8-bites hangrögzítéshez, visszalépnek a korai analóg szintikhez, és elkezdik azokat modellezni, és ma tele van a mostani elektronikus zene ezekkel a 70-es évekbeli, 80-as évekbeli hangszínekkel. És azt találjuk ismerősnek. Vagy mondok egy másik példát, amikor a kispár lemezek rögzülnek, ez pont az analóg digitális átállás időszaka. Megjelennek sokkal olcsóbb hangtechnikák, ugye egy analóg stúdió az 30-40-50 millió forint volt már akkor. Egy jó, egy nagy pulttal. Ezek meg mondjuk 1-2 millióból akkor össze lehetett rakni egy digitális stúdió, természetesen nagyon rossz minőségű, tehát az analóg sokkal jobb volt. Főleg a... és ezt nem ragozom, mindegy. Tehát azért látod, hogy ebbe bele lehet menni, mert nagyon érdekes is. Azért szólnak a 90-es évek elejé felvételek úgy, ahogy szólnak, mert ezek már általában digitális munkafázisokat is tartalmaznak, és a digitális munkafázisok viszont rongálják a hangot. Úgy kell elképzelni, hogy ugye minden jobb minőség egy digitális mintavétel, annál olyan, mint egy nagy háló, vagy kis, na, hogy mondjam ezt, mint egy háló, ugye úgy szokták mondani, hogy van egy, az analóg hangrögzítés, azt tudjátok milyen, az tulajdonképpen minden, az idő minden pillanatában, minden tört részében rögzít valamit egy analóg, egy mágneses szalagon, mondjuk általában. A digitális az pedig mintákat vesz, tehát mint egy háló, amit beletesztek a vízbe, és ugye a nagy halakat kiszűri, a kis halakat nem, mert hogyha túl nagy a luk, akkor... Na és akkor a 8-bites meg 16-bites rögzítésnél ez azt jelenti, hogy vannak lukak. És ott a luknál különböző eljárásokkal zajok keletkezik egy sajátos, ilyen furcsa, ilyen üvegszerű hang, olyan, mint egy ilyen vödörbe húgyoznának egy kicsit. De ezt csak azok hallják most már, valószínűleg nem is halljátok meg, most már én sem nagyon, mert egyszerűen NPR-t hallgattunk, meg egy csomó dolgot hallgattunk, ami mind már digitális. Igaz, hogy sokkal jobb minőségű, mint a 90-es években, tehát sokkal jobb mintavétellel dolgoznak, de megszokja a fülünk. És azért, ezt most azért akarom elmesélni, mert amikor csináltuk a Tiósi vette fel a 30Y-nak a Csészenyi tér című lemezét, ami egy ilyen híres alternatív popzenei lemez lett ugye a 2006-2007 táján. És egész jó felvétel volt, aztán mi, nekünk volt egy ilyen kis music stationünk, amivel így digitálisan tudtunk koncerteket, meg mindent felvenni, és az ő próbatermünkben rögzítették nekik a lemezt. És képzeljétek el, hogy egész jó szólt, és ők addig bingiztek vele, amíg ilyen 8-bitesen nem kezdett el szólni, mert ők kispár felvételeken nőttek fel, amik ilyen tök szarul szóltak. És addig küzdöttek vele, amíg olyan szar nem lett. Szóval, hogy az, hogy mit találunk jónak, meg mi, az első emocionális kérdés, és hát
aki mondjuk egy Pacsirta rádió hangján nőtt föl, ami elképesztően jól szól egyébként, ezek a nagy Pacsirta rádiók, ezek a nagy csöves rádiók, tehát az 50-es, 60-as évek készülékei, ezeknek nagyon jó fizikai paramétereik voltak. És aki ezen nőtt fel, az azt szereti, azt a fajta gömbölyűséget, azt a fajta mélységet, aki meg mondjuk a 90-es évek furcsa ilyen üveghangú digitális felvételén, az meg azt keresi a felvételekben. Szóval, hogy ebből is látszik, hát mint ahogy ugye van egy sláger, ott meghalasz és elsírod magad rajta, mert leszedből, hogy 3 éves vagy és ülsz kakás pelenkával a hézi, vagy mit 2 évesen. Sok az most ilyen jó. Bocsánat, hogy miről be akartam beszélni? Itt a gyorsan változó technikai médiumok, hogy ezek milyen nyomon követhetőek a tisztfásztorival. Ebből a szempontból, és ez egy nagyon érdekes, tehát aki egy picit is műszaki érdeklődés, az annak nagyon érdekes. Például tudjátok, hogy a 30-as években, amikben még a Hitler beszélt, ugye a Neumann, meg ezek a cégek csináltak a legjobb mikrofonokat, és tehát nem véletlenül úgy például, hogy létrejöhet a fasizmus, vagy például ezek a nagy tömegeket megmozgató mindenféle szelleminek nem mondanám, de mozgalom. És ezek a mikrofonok, amiben Hitler, meg ezek az akkori ilyen nép, hogy nem véletlen mondja David Bowie, hogy Hitler volt az első popstar, hogy beszéltek, ezek a mikrofonok a mai napig kincsek. De ezek úgy vannak megcsinálva, hogy a mai napig vadásszák őket az interneten, arany ugye a membrán, ami fölfogja be, amit megrezegtet a hang, amit én kiadok, vagyis a levegő, amit én kiadok, az átalakul egy elektromos jellé, mindegy, nem mondom tovább, és ez még ilyen aranyal van befuttatva, a legfinomabb, és ezeket ilyen kincskét vadásznak, ma sem tudnak jobbat csinálni. Ma sem tudnak jobb minőséget csinálni. Tehát, hogy a 30-as, 40-es, 50-es években már olyan mikrofonokat csináltak, amit azóta sem tudnak überelni. És tehát csak éppen akkor ezek még egy broadcasting minőség volt, ami egy szűk elité volt, aztán ahhoz, hogy tömegméretű lejessen az eladás, ahhoz ugye mindig kicsit lejjebb kellett vinni a nívót, már a következő mikrofonokra nem futtatták be aranyfüsttel, és így tovább. Tehát ez is egy, sokféle szempontból lehetne nézni, de ez egy nagyon érdekes téma, hogy egyáltalán a tömegkommunikáció, az, hogy tudsz. Ugye most beszélgettünk valami, most beszélgessünk egy kicsit politikáról. Szerinted szükség van parlamenti demokráciára, mostani technológia fejlettség mellett? Nincs. Csak még senki nem beszél róla, de pedig kurvára nincs szükség rá. Van egy elit, amelyik azt mondja, hogy szükség van rá. De nincsen. Miért? Hát ugye mit mondanak az ókori görög? Addig van a demokrácia, ameddig a szónok hangja elhallatszik. Hát most már mindenhol elhallatszik, be kell vezetni állampolgári van az internetet, azt lehet szavazni, nem? Minek képviseleti demokrácia? Mindenki otthon eldönti, hogy akar-e net adót, vagy nem, és megnyomja a gombot, az megy másnap dolgozni. Például. Online népszavazás. Hát alapvetően egyetlen így szükség már. Nyilván pont ugyannyira lehet vele visszaélni, mint amennyire mondjuk a hagyományos papírt bedobod, és ott is ott, ki tudja, mi történik vele a dobozba, ugye? De hát egy csomó minden, most az, hogy a popzenében mi történik technológiai szempontból, az is egy érdekes dolog, de eközben egy csomó minden más meg fog változtatni, meg is változtatott már most az a fajta hálózat, amiben benne vagyunk. Így van, tehát nem csak a technológiai környezet változik, hanem a kulturális, vagy hát ez a kettő így együtt, és ettől neked milyen a közérzetet, tehát ettől a kulturális hangulattól és az alkotói folyamatra milyen hatása van az a közeg, ami most téged körülvesz? Nézd, én egyrészt nyilván, az, mikor valaki abból él, ami szeret, pénzt keres vele, jó sok pénzt keres vele, tudom én az utolsó 2-3 évben tök sok pénzt kerestem. Hát relatíven magamhoz képest. De tényleg, tehát úgy tudom én, régen mindig annyi pénzünk volt, hogy tudom, amikor jött a jogdíj, abból mondjuk az volt, amit félre tudtunk esetleg tenni. Tehát az évente egyszer volt ez a nagyobb jogdíj kifizetés, és akkor az megjött, és akkor mindig elmentem a borpoltba, vettem egy karton bort, tudod, de ezeket a drágákat. Meg akkor vettem mindig, mint könyveket, mindig akkor
Azért kicsit kellett áldozni vissza. Mindegy, szóval, hogy hangszereket, ilyesmi, de általában sose volt annyi pénzünk, hogy tehát így na, nem volt soha gond, de úgy mindig így nap, már holnapra jöttünk, és egyszer csak, mikor egyrészt elkezdtem, ez már érdekes mondani, Kispál utáni időszak, elkezdtem több jogdíjat kapni, aztán meg így mindenféle Csíkzenekar, Budapest pár, ez az amaz, és egy borzasztó mennyiségű koncertem lett, és akkor így, mi volt a kérdés? Hogy az a közeg, amiben én az, az... Mennyi, ja igen, az a, ez igen, egy mellékszállt, és ezt majd a napnak elmondom. Tehát, hogy amit most akartam, de a lényeg az, hogy tehát én nem panaszkodhatom, tehát én az a közeg, ami körülöttem van, az a szűk közeg, az tök jó. Amiben én élek, amiben mozgok, az nem érzem azt, hogy nagy baj lenne körülöttem, vagy hogy nem érzem azt, hogy senki nem értene, és hogy amit én... Ugyanakkor meg azt látom, hogy például az a fajta... Most mondok, egy tök egyszerű példát mondok, tehát a 90-es években azért nem költöztünk Budapestre, mert azt gondoltuk, hogy Budapest egy szarváros. És hogyha jó megnézzük, az is volt. Kutyaszaros, kátyús, büdös, dugó, és semmivel nem volt jobb mondjuk az éjszakai élet, mint mondjuk Pécsen, vagy Szegeden, vagy nem. Most jelen pillanatban az a sajnos, be kell ismerjük, az a nagy helyzet, hogy Budapest a legjobb magyar város. Ezt nagyon szomorúan jelentem, mert egyetlen vagyok Budapest rajongó, de Budapest most egy viszonylag jó város, miközben Pécs, amit meg nagyon szeretek, az meg nem egy olyan jó város. Tehát, hogy a vidék az nagyon látványosan az utolsó 8-10 évben, és a vidéki városok is, és hát nyilván az, hogy az egyetemeket most úgy nyesik, ahogy nyesik, és meg az egész a Gyurcsányék beleszorása, és a Fidesznek ez a, mit tudom én milyen, ez nem tudom, ez a reformdühe, vagy azt is lehet, hogy ez a, nem tudom én, valami, biztos ez valami van. Eleinte, amikor elkezdték, azt hittem, hogy van valami vezérlő gondolat, de most már látom, hogy nincs. Tehát, hogy ez olyan látványos leépülést hozott, és olyan látványos az életnek ez az eltűnése Budapest felé elsősorban, meg hát persze külföldre. Hogy nem tudom ennek pontosan mi lesz a vége, de én mindig azt hittem, hogy egy olyan országban fogok élni, ahol, főleg az EU után, ahol ami picit harmonikusabban fog fejlődni, és egy Budapest súlya egy picit csökken, és a vidéki városok nőnek, és egy ilyen kellemes kert Magyarország az így még lehet ebből. Most úgy látom, hogy ez az illúzió, ez viszonylag messze tűnni látszik, úgyhogy ilyen szempontból nem érzem nagyon jó magam. Jeleztek időközben, hogy a kvíz következik, és utána megnyitjuk a kört a hallgatóság felé, tehát a közönség is kérdezhet, de hogy vidámabb zárszóval zárjuk egy nagyon rövid idézet a könyvből, mégpedig az utolsó sorok, amelyek a jövőről szólnak, amelyeket most mondott Lovasi, de egy picit én azt a Lovasit érzem kihallani ebből, aki még a tínédzser korában feküdt az ágyon és elbránzott a jövőről. Tehát, hogy átlagos álmaim vannak, kabóc az ugásban fekszem a mediterrán fenyőértő fűszeres illatában, félálomban rajongó nők SMS-eit olvasgatom, termékeny magámban készülök az új hitre, amit az évvégi aréna koncerten mutatok be, becsukom a szemem a függőágyban, rajta kaptál, nincs történet. Jó világ van. Jó világ van annak az együttesnek a neve, amelynek a kitűzőjét is viseltem. Na. Úgyhogy májusban Bátor Keszin Kispál koncert, nyáron Gombaszögön Jó világon a koncert. Ez a reklám helye, most pedig a kvíz helye következik. Nem fogjuk így kiosztani a nyereményeket, Szilárd, majd utána a nyertesek átvehetik itt személyesen.
öt kérdés lesz, öt nevet várok majd. Első kérdés. Mi a nyeremény? Egy prima bor a bátorkeszi bóna pincészetből. Először ez lesz. Fehéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek, én a tőröm keresem, bár nem kenyerem a dicsekvő is, de hát megint győztem, és a gyerekkor, amíg tartott, Winnetouként begyűjtöttem sok-sok, igen sok szőkes kalpot. Nem te vagy a megfejtés, az egy az egybe című szám szövegéből idéztem. Indiános kérdés jön. Ki volt az a Sioux törzsfőnök, aki a jelentkezni lehet, és aki a Lőbika, már is nyert egy üvegbor, gratulálom. Kérdés úgy hangzott volna, hogy a Lindy Korni csatában legyőzte Custer tábornoknak a seregét, és nem csak legyőzte, hanem ezt az ezredet az utolsó szálig lemészárolták a Dakota, Lakota és Cheyenne indiánok. No. Pécset a szociológia szakos barátaimmal annak idején kiadtunk egy Szociál nevű folyóiratot, amelyben egy nagyon kedves pécsi ismerősöm, Havasréti József írt egy recenziót a Kis Pál és a Borz belül rózsák című albumán, és azt írta a Hang és Fény című dalról, hogy néhány kisebb szövegbéli döccenés leszámítva, a Kis Pál és a Borz legnagyobb diadala ez a dal, a magyar popzenei hagyomány, a magyar prozódia és az egész nyomorúságos földi lét felett. Havasréti József egy kitűnő irodalomtörténész, aki egy másik kitűnő irodalomtörténészről írt egy nagy monográfiát. És ez jelent meg idén. Ki ez a, vagy mi ennek a könyvnek a címe? Kiről írt Havasréti József nagy monográfiát? Ki az az irodalomtörténész, akit Szerb Antal, bravo, te is egy kapóna pincészet, pedig hív a barátokon. Szerb Antalról írt, igen, illetve megjelent a Magvetőnél egy regénye is, hogyha már a kint megveszitek kedvezményes áron a lovasi könyvet karácsonyra, és a könyvesboltból pedig beszerezhetitek hozzá Havasréti Józsefnek az Űrérzékeny lelkek című regényet, amit a Magvető adott ki. Na, komolyabb kérdés jön, ezek csak ilyen bevezető kérdések voltak. Belépőjegyet lehet nyerni a Kis Pál és a Borz tavaszi bátorkeszi koncertjére. Ezernyi bársonyfüggönybe bele-bele szúrtak, kibuktak mögüle mind, akik odabújtak. Ez a Bársonyfüggöny című számból két sor, és a könyvből kiderül, a lovas könyvemként az előtér mesetek, kiderül, hogy ezt a számot, nem, vagy ezt a dalt, a Bársonyfüggöny című dalt, a Rosencrantz és Guildenstern Halott című film élette. Ki a rendezője a Rosencrantz és Guildenstern Halott című filmnek? Jelentkezni, elhangzott a válasz. Tom Stoppard a helyes válasz, egy nagy tapsot kérnék. Nyereményed egy belépőjegy. Tom Stoppard, így van, drámaíró, ki is jöhetsz egyért, ha gondolod. Egyébként Csehországban született, Zlín városában. Egy újabb jegyet, ez a negyedik kérdés lesz, ismét egy jegy. És egy névre leszek kíváncsi.
E dalt alkotó elemek a közéjük elvegyült romantikus elemet álmodozás közben meglepték, és a rózsaszín ruháit letépve benzint locsoltak rá, és gyufát dobtak habtestére, mondták, nézd, hogy ég, és kérdezték, hogy gondoltál-e ilyen végre, és botokkal bökötték, hogy szólaljon most már meg végre. Az meg nem szólalt meg, hanem csak égett, olyan szépen, olyan sárgán, hogy a mentősök sírtak, látván, hogy áll, égve áll, mert képes erre a romantika, még így haldokolva is. Megdöbbentő. Szécsi Pál a helyes válasz. Így van, ez a Szécsi Pál című dalnak a szövege volt. Gratulálunk. Nyertél egy belépőjét a Bárbertus koncertre. Könyvet lehet nyerni az utolsó kérdéssel, de nem lovasi könyvet. A lovasi könyv az előtérben kérdezni a sárgásátok. Ez egy pécsi kérdés lesz. És mivel komáromi szalomban vagytok, focis. 1990 őszén a pécsi MRC a KEG első fordulójában 1-0-ás vereséget szenvedett a Manchester United-től. Az a Manchester United a továbbiakban megnyerte azt a KEG sorozatot, mivel a rotterdami döntőben 2-1-re legyőzte a Barcelonát. Gólszerzők? Mark Hughes 2-t, illetve Ronald Koeman. Ki volt annak a Barcelonának az edzője? Könnyű kérdés, ez a legkönnyebb már. Johan Cruyff, és egy nagy tapsot kérnék. Egy Manchester United és egy Barcelona könnyű nyereménye. És mostanra remélhetőleg mindenki eléggé felbátorodott ahhoz a közönség soraiból, hogy kérdéseket tegyen fel Lovasi Andrásnak. Úgyhogy hajrá! Én kezdhetem, van egy ilyen kósz emlékem, hogy az első... Van egy ilyen kósz emlékem, hogy az első lemezhez köze volt Nagy Ferónak. Hogy ez csak egy egyszeri, vagy ez ilyen adminisztratív együttműködés volt, vagy ha erről. Mert aztán semmit nem hallottam. De igaz egyáltalán ez. Annyira igaz, hogy ő adta ki. Tehát Nagy Feró produkció, ez volt ráírva a... Mondjam, ez egy kicsit 5 perccel lehet. De lehet próbálom rövidebb. Na, szóval, hogy mi a fekete lyukba volt, bementünk egy stúdióba, hogy felvegyük újra a demót, amit már elkészítettünk, de hát ugye ez egy ilyen kazettás felvétel volt, ilyen klasszikus demó, és jobbat szerettünk volna, az nem sikerült. Ekközben ez a stúdió átalakult, és a Ferónak lett ott egy stúdiója. Ez egy picit jobban felszerelt volt már, és a Nagy Gyula, aki a Fekete Lyuknak volt a vezetője, ő fölkérte a Feró, hogy akkor abba a stúdióba bemenjünk, és aztán valahogy nem fizette ki, de nem tudom pontosan, hogy ez hogy alakult. Közben Feró meg így megszerette ezt az egészet, és mondta, hogy jó, hát akkor van még egy ilyen zenekar, akkor csináljunk egy kiadót, és akkor én kiadom ezt a kettőt. És akkor mi voltunk ez, meg egy másik zenekar, és akkor így lettünk, hogy a Nagy Feró produkció első kiadványa. Biztos emlékszel rá, hogy volt egy ilyen műsor, a Garázs című nagyszerű szórakoztató adás. Azóta is hiányzik szerintem valamiféle ilyen laza szellemű rock and roll műsor az éterből. És ebben a Feró rendszeresen, megjelentem, készen lett a lemez 91 elején, ezt valamikor 90 végén vettük fel. Készen lett 91 elején, és akkor a Feró mondta, hogy jó, ő kiadja, de akkor nem most jelentessük meg, hanem ő még várna egy picit vele, elvisz bennünket turnézni magával, meg mit tudom. És ez így is történt, és játsza a Garázsba, meg minden, és akkor utána ősszel jelent meg a lemez. Tehát addigra egy picit így mondjuk úgy, hogy valamennyire ismert lett a zenekar magunktól is, ugye közben elkezdtünk
turnézni, játszottunk itt-ott-ott. És akkor hát nyilván az egy picit már ismerte a közönség, amikor megjelent, ez nem volt rossz húzás a feladatom. Egyébként is köszönhetünk neki egy csomó minden megtanított bennünket. Van néhány olyan aranyköpés, amit azóta is szoktunk idézni. Egyszer megtankolta a barkaszunkat. És aztán, amikor szóba került, érdekes módon, tehát például a pénzt nem kaptunk tőlük, pedig kellett volna, tehát volt valami szerződés, de nem kaptunk. De nem nagyon haragudtunk rá valamiért, hogy nem tudom, és egyszer valamikor mondta is, mikor mentünk együtt valahogy, hát lehet, hogy bűnös fiért nem kaptak ezért lemezért, de azért nem tudom, hát hogy jobban, inkább nem mondom, hogy mit, mert nem emlékszem rá, és akkor valami rossz, más fogok mondani. Nem. Minden, hogy lehet, hogy szarja, hogy úgyért csináltatok, de ez nem megéri azért majd nektek, vagy nem tudom, ami is még ott a tartalmi résznek a lényege. És aztán a második lemezre is kaptunk egy ajánlatot, közben ő a kiadóját bevitte az EMI Quinthez, ami a magyar hanglemezgyártó vállalatnak a kommunista vezetéséből lett egy ilyen kapitalista label, és hát ez nekem eleve nem volt szimpatikus, hogy a Bors Jernő meg ilyenekbe kell beleütközni ott, de és csodálkoztunk is, hogy a Feró oda ment, de tény, hogy biztos valami jó ajánlatot mondtak neki, mert oda ment, és oda akart vinni bennünket is. És akkor mi kaptunk egy másik ajánlatot, az első magyar független Humantelex Records nevű kiadótól, és akkor mi inkább azt választottuk. És akkor így meg is szűnt az a fajta kapcsolat, ami volt kettőnk között, és persze, hogyha találkozunk, akkor szevasz meg minden, meg szóval bennem nincs ilyen különösebb tüske, amiatt például, hogy ugye nem kaptunk például pénzt meg. Így azért volt egy-két hülyeség, amit csinált velünk, tehát például ezt a lemezt azt eladta a harmadik lemezünk tulajdonosának nagyon olcsó pénzére, de ez egy zavaros időszak, erről már ez például olyan, mint a technológia, tehát a 90-es évek eleje az Magyarországon lemezkedés szempontjából elképesztő, teljes anarchia volt. Tehát, hogy a példányszámokat nem lehetett ellenőrizni, hogyha megjelent a lemeze, de a következő héten az aluljáróban már meg lehetett kapni 100 forintért ugyanazt, de sokszor a kiadó hamisította, tehát ők hamisították saját magukat. Persze, hát ugye eladták a boltokba is, meg az aluljáróba is, és akkor és nem lehetetlen volt ellenőrizni, és azért általában az zenekarok úgy szerződtek le egy kiadó, hogy azt mondták, hogy jó, adjatok mondjuk 1 millió forintot, ebből kifizettünk mindent, még lehet, hogy maradt is rajta valami a több, és aztán csináltak, amit akartok vele. Tehát ilyen teljes anarchia volt. Úgyhogy, de hát ez még az az időszak, amikor ugye még a CD-s sincs nagyon, azért az van már, de még nincs nagyon, mert mindenki kazettán hallgatja a nagyszerű muzsikákat. Digitális is. Az analóg is lehet modern, tehát a mai napig használják. Bocsánat, igen, csak ez a kicsit szóval, hogy a digitális is az analóg, és hogy ti nem gondolkodtok-e abba, hogy valamilyen, hogy modernebb vonalat belevinni, akár dubstep, vagy valami ilyesmit, vagy pedig maradhatok? Ez a próbatermek mélyen marad, szoktunk dubstepet játszani, egyébként nem vicc, tehát tényleg mindenféle, szoktuk egy csomó mindent hülyéskedni, mert igazából nem. Nem, én amiket ismerek dubstep cuccokat, azokat tényleg így, hogyha mondjuk így hajnali 2 van, és így hallottam már nagyon jót, amit nagyon lelkesedtem, de nekem az inkább ilyen olyan, én már gyerek volt, én éltem már a 80-as években, sőt nem is voltam olyan kicsi, és én nekem az mindig a például a Skrillex-et láttam a Volt Fesztiválon, és ugye hát ugye ezek elsősorban azért ugye ezek ilyen olyan produkciók, hogy betesznek egy lejátszót, megnyomják ezt a túrának. De, és csak az élő zene az csak nehezíti a dolgot, mert az intenzitásával meg ezeket a fajta basszusokat nagyon nehéz élőben produkálni, tehát mindenképp hangmintákat fognak használni, és mindenképp mondjuk a 60-70%-a a zenének az gépről megy. Most mivel nem nagyon használunk élőben gépet, ezért nem nagyon gondolkodok. Tehát emiatt például nem, de amiatt sem, mert egyrészt minden most. Nézd meg, levágták aznap a hajamat,
És azról szól a Facebook, hogy a lovas, most azon kívül, hogy tényleg kezdek hasonlítani a kispárnám, azon kívül egy ilyen kis változás és rendes felzúdulást okozott a Facebook oldalon. Vágasson el lovas olyan haját, mint amilyen volt. Na most képzeld, hogy dubstepet játszanak. De... Ja, annak jó, de ne annyira meg nem szeretjük, tehát... Tehát a dubstep az egy... Szóval ezek, hogy mondjam, tehát ezek ilyen múló a divatok. Tehát én szoktam hallgatni, amikor beszélget mondjuk a két ilyen DJ-t idézett múltkor a drapi barátom, basszusgitáros, hogy mellette beszélgettek, és már az műfaji váltás, hogy mondjuk van ugye egy szám, tehát ugye írják a szakújságok mondjuk angolul, nem? Most stílust váltottam, mondja az egyik DJ az interjúban, most nem annyira, tehát most eddig a 120-125 közötti tempókat erőltettem, tudjátok, az a BPM, ami ugye a egy perc alatt hányszor csap oda a mérő, a szívdobogás az ugye 120 körül van. Eddig a 120-125-ös Deep House-t erőltettem, de most egy picit próbálkozom a 128-as tempóval. Számunkra, tehát ezeket mi nem, tehát hogy mondjuk a... Tehát, hogy amikor az egy stílus, hogy mennyi lábdobütés van egy ezében, és hogy most nem 120 percenként, hanem 128, és az attól már megváltoztattad a zenédet, azért az nagyon kemény. Tehát ugye ez az a baj, hogy most ez, tudom, hogy ilyen dehonestálon hangzik, de nekem ez nem kihívás. Tehát én csináltam egy ilyen szólemezt 2001-ben, és biztos, hogy ebből is vannak nagyon jók. Tehát én például azóta értékelem a Depeche-t, mindig utáltam, ahogy szólt, meg mit tudom, és azóta rájöttem, hogy nem, tök jó, meg jó, mert jó dalokat írnak, de én mindig a dalokat nézem, hogy szól valami, az csak egy ruha. De hogy mi a test, tehát hogy mi van rajta, az számít igazán. Szóval azt akarom mondani, hogy amikor 2001-ben én vettem magammal egy számítógépet, én szűz voltam, én azt mondtam, hogy addig, amíg ennyire idegesít mindenkit a számítógép körülöttem, aki ezzel dolgozik, addig ez egy hülyeség. És a 90-es évek arról szólt, hogy mit tudom én, volt egy grafika, mondjuk egy lemezborító, és akkor így azt így összecsomagoltak egy floppy lemezen, és akkor azt így becsomagoltak egy sztaniolpapírba, a metróba vigyázni kellett, nehogy lemágneseződjön, akkor bedugtam, ugye ezt Pécsen megtervezte a grafikus, bedugtam Pesten, akkor az nem tudta kinyitni, akkor elmentem másik, és egy ilyen komoly tortúra volt, hogy valakinek a digitálisan elmentett munkáját kinyitni, és tovább dolgozni vele. Tehát ugye nem voltak kompatibilisek egymásra a gépek, nem volt teljesítmény, lefagytak, minden. Na mondom, én ezt nem. És amikor már egy jobbaknak tűntek a gépek, akkor vettem egyet. És megtanultam egy ilyen egy-két hét alatt ezt, hogy lehet kezelni ezeket a zenei szoftvereket. És hát nagyon élveztem, hogy belehúzok egy lábdobot, belehúzok egy, most arra gondolok, hogy egérre belehúzok egy hangmintát, és akkor ugye egymásra dobálom, és mindenki szól valahogy. És ez ilyen kurva jó volt egy pontosan két hétig. Aztán utána rájöttem, hogy csinálják ezeket a zenéket, és azóta meg azt mondom mindig, hogy hallok valamit, és azt mondom, hát egy ilyen lemezt, ezt körülbelül egy fél délután összerakok. Tehát, hogy ez nem igazából egy nagyon komoly kihívás. Tehát, hogyha valaki ebbe beleássa, hát biztos, hogy ez ilyen érdekes, de ezek vázak, tehát ezek csontvázak, ezek nem dalok. És engem nem érdekelnek az ilyen csontvázak. Tehát ez tánczene, vagy ez egy olyan zene, ami... Vagy, tehát, hogy ezek... Szóval nagyon ritka ebből, ami igazán olyan nagyon jó. De van egyébként. Jó, csak... Ja. Kérdés? Ott egy kérdés, meg egy másik. Erre a dubstepről jut eszembe, hogy volt egy ilyen Szőri és Ulek formáció, egy ilyen vírus videó terjedt az interneten, és hogy ebbe hogy keveredtél igazából bele? Hát ez tulajdonképpen az volt, hogy a Fishing Norfolknek volt egy ilyen reklámvideója. És akkor kitaláltuk, hogy mi legyen, ez, mert idén tehát egy jóba voltunk velük, és akkor kitaláltuk a Kubányi, aki csinálta ezt, nem, a Geri, a baszakodós Geri, aki a gitáros, vagy nem, ő azt hiszem nem is gitározik, de egyébként ő egy gitáros, csak ebbe a Szőri és Pulekbe ő az egyik fasztod, a két fasz közül a kisebb fasz. És akkor a Geri kitalálta, ő azt játsza mindig, hogy engem meg a kis Tibit összekever. Tehát, hogy találkozunk, és ő
tudom, nem mond, kis tüpi. Tehát, hogy benne is tudom, van az videóban. Igen, és akkor mondta, hogy ő ezt szeretné, hogyha ezt így megcsinálnám, és akkor megcsináltam neki. Tehát ez egy ilyen gag. És így rajta van még az interneten? Én azt szeretném kérdezni, hogy eddig elég keveset beszéltünk a dalszövegekről, de szerintem ez a kis pártyúborznak, a kis csillagnak is egyik legnagyobb erőssége. Én arra lennék kíváncsi, van olyan dalszöveg, amiben nem érdemes értelmet keresni, hogy csak így, nem tudom, polgárpukkasztásból, vagy csak így poénból egymás mellé raktak néhány szóképet, vagy fejezést. Hát igazából azt tudom neked mondani, hogy ez egy ilyen, mindig egy ilyen kérdés mindenféle művészettel kapcsolatban, hogy mondjuk a Jackson Pollock, aki ugye az egyik legdrágább festő a világon, ő vajon mit gondolt, amikor fröcskölte a vásznat? Vagy érdekes-e, hogy gondolta valamit? És azok a képek, azoknak, akik szerint ez sokat ér, az mert azért ne felejtsük, hogy a képzőművészet az nem pop kultúra. A képzőművészet azért elsősorban egy elitnek a művészete, és a képzőművészet bizniszét azt alapvetően az elit mozgatja, és ezért sokkal könnyebben manipulálható is. Sokkal kevésbé kell visszaérni. Tehát megjelenik három fontos galériába a kiállítás, arról ír három majommal megfelelő helyeken, és onnantól te egy befutott képzőművész vagy. Ez persze nem így van, tehát nyilván azért ez egy sokkal, tehát azért nem gondolom azt, hogy ezt, de lehet így ilyen szempontból is nézni, sokkal könnyebben nem blöffölni, azt gondolom. Egy viszonylag jó árfolyamot el lehet érni egy blöffel is, de nyilván a popzenében is lehet blöffölni. De nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha akár még a szándékod az, hogy blöffölj, nem feltétlenül azt jelenti azt, hogy amögött nem lehet tartalom. Feltétlenül. Változtatnék egy kicsit, akkor úgy, hogy írtak úgy dalt, hogy nem gondoltak be olyan mély tartalmat, amit aztán belemagyaráztak? Hát bele, az meg a másik kérdés, hogy aztán mindent bele lehet látni. Tehát, hogy a Jackson Pollockba is tenni. Tehát ez egy játék, de igazából ebből élnek az irodalomtörténészek, hogy előadnak. Nem túl jól, de eligazítják a népet, hogy mit kell gondolni a Jackson Pollock festmények. Na jó, az nem feltétlenül az irodalomtörténészek, de mire gondolt a költő, tudod, ez a klasszikus, gondolt a fene. Tehát, hogy én általában azt gondolom, tehát én, amikor én csinálok valamit, vagy írok valamit, vagy írok egy szöveget, akkor általában látok egy képet magam előtt, és azt a képet írom le. Tehát ugyanúgy, mint ahogy egy fényképet megnézel, és akkor leírod, hogy ott van egy, az ott arra megy balra, akkor onnan balra jön egy autó, és ott lemegy a nap, és akkor ezt leírom. Köszönöm. Akkor az utolsó kérdést felteszem. Ezt most fogalmazódott meg bennem, mint a sok kérdés adás folyamát. Tehát, hogy az elmúlt 2,5 évtizedben nagyon sokat jártál Szlovákiában, nagyon sok koncertet adtál a Felvidéken. Talán a leggyakoribb, vagy talán az igen a határon túli helyszín, ugye a Felvidék, ahol koncerteztetek, befutottatok. Hát annak idején még nem volt ugye az EU, addig azért, mert még relatív ide könnyebb volt jönni, mint például Erdélybe. Ott az, hogy bizt, itt csak néha kaszakodtak a határon, meg matakarni, meg ezek a szokásos ügyeségek, nem tudom, az idősebbek talán emlékeznek rá, szerencsére ez talán már nem jön vissza. De Erdélybe kimenni, ez egy komoly tortúra volt. Milyen érzéssel jártatok Felvidékbe, milyen a felvidéki rajongók? Csodálatos volt. Tehát, hogy ez a könyvben megjelenik, hogy így a régiónként is kategorizáltátok a rajongókat, vagy nem, hogy kategorizáltatok, hanem hogy másfélék. Tehát, hogy más kultúra, más habitus, más reflexek vannak, más, hogy reagálnál, más volt a közönség. Én azért azt gondolom, hogy persze ezzel el lehet játszani, tehát van karakterológiája minden térségnek, ahogy vannak kajái, van tájszólás, van egy csomó olyan dolog, de alapvetően azért, ha a közönséget nézzük szigorúan, akkor szerintem kétféle közönség van, jó meg rossz
és a rossz az attól lesz, hogy a rossz a zenekar. Ennyi. Tehát azért a nagyon nagy titkok nincsenek, tehát... Nyilván egy kis páros a borznak könnyebb a helyzete, mert ismerik a talkot az emberek, és akkor nagyjából tudják, hogy mire jönnek, és akkor az, van egy prekoncepció. Tehát egy olyan zenekarnak, aki ismert, az kimegy, és akkor már örülnek neki. És akkor, hogyha nagyon nem bassza el, akkor végig örülnek. Hogyha nyilván pont ezért érdekes az, hogyha csinálsz valami újat, és az kimegy, és akkor nem tapsol senki, és a végén tapsolnak, az egy jó érzés, mert azt érzi, hogy ez a mai teljesítményednek szólt, nem annak, hogy most 10 évig ügyes, hogy jó voltál, vagy mondtam. De alapvetően azt gondolom, hogy hát inkább ilyen emlékek vannak, tudod, tehát amikor ilyenkor azt kérdezett, nyilván az ember ül valahol, és nem akar, hogy meglincseljük, akkor azt mondja, ez a legjobb közönség. Hát, és itt a strapacska is, hát sőrűen. De most tényleg, hát ez az ilyen popzenész kategória, tehát de attól függetlenül, ha a valódi érzelmémről kívánod, hogy beszélj, akkor nekem az ugrik, hogy szaladunk a vágba. A mit tudom, az Őrs Zsoltal egy dinnyével a fején. Tehát ilyenek. És... Szímőn, igen. Igen. Ott voltam. 96, igen. Szóval, hogy ezek, és nyilván valószínűleg ezek azok, amik... Meg hát persze az, hogy... Tehát azt gondolom, hogy például ebben a belga nagyon ügyes, hogy ilyen karakterológia szempontból, például a felvidéki száma miatt, a címe a... Hangulat. Na, hát ez zseniális, de ugyanúgy zseniális a poros daluk, ami... Tehát őket például, én azt gondolom, hogy ők ebbe nagyszerűek, vagy ebbe a fajta kicsit grotesz, kicsit humor, de azért szeretettel való látásmódba, ahogy közelítenek például. Nyilván ez. De mondom, tehát, hogy nincs olyan, tehát mondom, jó közönség van, meg rossz közönség, és az általában attól, hogy egy zenekar jó vagy rossz. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a Lavosi Andrásnak, hogy eljött ma este, és itt volt velünk. Óriási tapsot kérnénk ilyen. Arra vagyok, hogy egy ilyen ámbosító hangomban. Bokor! Én azt tudtam elmondani, hogy a könyvben olvastam, hogy a nagy beszélgetések közben vagy ideges leszel, vagy elalsz. Kissé izgultam, de tök jó, hogy eddig se történt meg. És most ti játszottok a Jó Világban? Majd nem most, hanem nem. Tavaly játszottatok, nem? Most meghívtok már meg. Azt mondták, hogy ti mondtátok, hogy már ez meg volt már. Nem, de nem volt. Tényleg? Ez most mit jelent? Nem, dehogy is. Nem, komolyan veszünk. Nem, például voltunk egyszer. Pedig már majdnem bemutattak. Nem, csak azt akartam elmesélni, hogy megismerkedtünk egy... Itt valahol felvidéken játszottunk, de pontosan nem tudom, hogy Krasznavalkán, de... Krasz, az ott fogad? Az ott volt. Kombasz, de ott ismerkedtünk meg... A Longvitál. Igen, a Longvitál. És őket meghívtuk, mert annyira aranyosak voltak. Na ez lehet, nem emlékszem pontosan, hogy hol ismertük meg őket. Most azon, hogy Pozsonyban... Akkor valami. Még jó, hogy te itt vagy nagy idők tanuljaként. Tehát nem kizárt. Most különben lesz egy olyan akciónk a Fishing Orphan, ahogy gondoljátok, akkor... Nem az a lényeg, hanem az, hogy tehát berendezünk egy szobát, ahol ami, tehát mindenkinek rendelkezésére áll, berendezünk egy szobát, amiben vannak eszközök, különböző eszközök. De mindenkinek csak ugyanazok az eszközök állnak a rendelkezésére, egyet vagy kettőt lehet hozni. És kell valami produkciót csinálni, ezt felvesszük, videóra vesszük, és az Indexen, ez most nem nagy színpad, ugye, hogy a Volvo, hogy a szigetes cég csinálja, hanem nagy szobának hívják, és arra, pontosan arra szolgál, hogy olyan zenekarok, akik mondjuk
ötletekkel, ambícióval és mindenféle rendelkeznek, azok egy picit egy ilyen hülye helyzetből mit tudnak kihozni. Úgyhogy nektek is. És ez ugyanez be lesz rendezve a Fűsignum a film is, ez a nagy szoba, tehát ott is. És ott délután pedig tiéd a színpad akció van, tehát ugyanezekkel a feltételekkel mindenkinek a rendelkezésre. Tehát ha véletlenül nem, ha egyénenként is fel tudtok lépni, hogyha arra jártok. De egyébként még persze beszéljünk róla. Címcsere, ilyesmi. Yeah. Azt elfelejtettem mondani, hogy aki már volt olyan szemfüles és megvette az előtérben a kedvezményes könyvet, az most az est után itt dedikáltathatja. A jelentős művészen a lévait is tudom utánozni kell. Úgyhogy még egyszer, Bokor Réka, Lovasi András, Sánta Szilárd, köszönöm szépen. Hogy mostanában, hogy az egész évben ilyen szép számban jártak a Komáromi Szalon rendezvényeire. Ez volt az évadzáró, januárban folytatjuk minden más a Facebookon. És ezt a mai estet meg Őrsnek köszönjük, mielőtt kifelejtettem volna a régen rossz kérdéseket. Köszönöm még egyszer mindenkinek!